Mm. Martin Scorsese elkészítette a legújabb filmjét, ami szerintem mindig egy, egy ünnepélyes pillanat, hogy el tudunk menni egy újabb Scorsese filmet megnézni, és itt van velem Alex és Ádám a, a Vágatlan verzióból, és itt van velem Peti is. Hello. És tök érdekes lesz ez a beszélgetés szerintem, mert a velünk szemben ülő Alex és Ádám, ők nem olvasták a kötetet, úgy jöttek be a filmre, és úgy nézték Szégyellem meg. Szégyellem magam. Ne szégyelljétek magatokat, pont ezért lesz jó beszélgetés. Mi a Petivel viszont erőzetesen elolvastuk, és mi teljesen más premisszával ültünk be a filmre, és szerintem Ö, nektek kell majd kezdeni a beszámolót, így, hogy nem tudjátok, hogy mi volt az alapanyag, és majd erre reflektálunk mi. De még mielőtt erre rátérnénk, szerintem érdemes a filmnek a címéről beszélni. Hmm. Megfojtott virágok, ugye? Nem sikerült lefordítani az eredeti címet ö, szellemiségében, de mentségére legyen szó, hogy már a könyvnél is elfordít, vagy ö, elszúrták a fordítást. Ugyanez a film, a könyv. Nyilván, a a nyilván, a nyilván, a a nyilván, igen, ugyanez. Hogyha az eredeti úgy szól, hogy Killers of the Flower Moon, ami azt jelenti, egy kis háttértörténetet érdemes tudni, hogy ez a Flower Moon, ez azt jelenti, hogy a, a, májusi hold fényében, vagy hát a májusban növő helyi oklahomai virágokról szól, és erre egy utalás, amit nehéz ugye lefordítani, de talán virágholdnak le lehet fordítani, és nagyon fontos, hogy Killers of the flower moon, hogy ezeknek a gyilkosairól van szó, nem pedig az az a címe, hogy strangled flowers, <laughs> hogy megfojtott virágok, de ha már, ha már ezt a szerkezetet alkalmazta a fordító, akkor is szerintem sokkal hangzatosabb vagy vagy nyomatékosabb lehetett volna az, hogy legyilkolt virágok. Mm. Mert itt erről van szó. Nem, az, nem, nem arról van szó, hogy meg, megfojtották őket így finoman, gyengéden, hanem hogy lemészárolták, legyilkolták őket. De nem is rajtuk van a fókusz, nem az a lényeg, hogy őket megfojtották vagy legyilkolták, hanem hogy ezeknek a gyilkosai. Erről szól a történet, úgy gondolom és sokkal jobb cím lett volna az, hogy mit is találtunk így előzetesen, Öm, hogy ez a, indultunk a, el, a virág volt gyilkosai, de szép. Szerintem ez a költői, költői is, is, és benne van az eredeti címnek a szellemisége is. Minimálisan a, a címvédelmében el tudom képzelni, hogy azért az is koncepció lehet, az, hogy magában a megfojtásban, mint ebben a szóban, van egy olyan erő, hogy így, mint hogyha a levegő, és egyre jobban így szorulna el a, hogy mondjam, a, a, lé, a légtér, így a Ö, indiának elől, és lehet, hogy ennek egy ilyen uh -huh. megerősítésére szolgált a cím, úgyhogy erre így van szerintem egy kis áthallás, de egyetértek -e lehet, egyébként Lehet, a... igen, 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 bele lehet. Ö, és költői egyébként ez, hogy megfolytott virágok, mert a, én már én látom magam előtt, hogy a virágnak a szárát így elfojtják, és akkor így elhal, a szirmok lehullanak, stb. Szép költői kép, csak nem korrelál szerintem az eredeti művel, uh -huh. és így nem tartom jónak. De mindegy, ezt tegyük félre. De azt hiszem so. a Vionnak volt egyébként a, azzal kötette, nem, hogy a romlás virágai. De lehet, hogy a De valamelyik ilyen francia. Tehát, hogy ez tényleg egy költői. Szóval, mm -hmm. valószínűleg én el tudom képzelni, hogy akik. Végezték ezt a nem tudom, milyen egyetemet kell ahhoz végezni, hogy megcsinálják. megnézzük. Csúnyfordító. A... de biztos, hogy ismerik ezeket az ilyen modernista költőket, biztos. és szerintem ez, ehhez nyúltak vissza. De az, de az hogy mi... az átlagnézek, ez nem jön át. Igen, mi, mi bunkók, nem ismerjük ezt, én legalábbis, és én szeretem, ha az eredeti műnek megfelelő igen, igen. címet adunk neki, és így hát nem, nem tetszik annyira fordítás, de ez a legkevesebb probléma egyébként ezzel. És akkor szerintem térjünk rá arra, hogy ti, mint akik nem olvastátok a könyvet, nektek milyen élmény volt, vagy mit vártatok, és hogy tetszett a film? Uh, Azt szóval én elkezdem. Mm. Én teljesen laikusan ültem le a film, megnéztem az előzeteseket, de így csak a történet körvonalai voltak meg. Tudtam, hogy így a 20. század elején járunk, hogy indiánok hatalmas olajkészleteket találtak, és ebből nagyon sikerült meggazdagodniuk, és hogy jönnek a gonosz fehér emberek, akik valamilyen módon uh, erre így rá akarják tenni a moskos kis kezüket. Úgyhogy ez volt az alapkoncepció. Meg hát Scorsese és az ember azt gondolja, hogy hát egy Scorsese filmet nem lehet kihagyni, és az egy akkor a dobás, hogyha valamelyik évben jó, hogy azt muszáj megnézni, mm -hmm. és egyszerűen az csak jó lehet, mert szerintem az utóbbi időben nem volt olyan Scorsese film, amire úgy jöttem ki, hogy hú, hát ez, ez kényszenvedés volt végignézni, nem is tudom, hogy hogy mikor csinált az, az ember utoljára így tényleg így rossz filmet. Így, így, Valószínűleg a 70-es években. De ennek fényében amúgy is színű durva, hogy a csávónak így kalapoznia kell, hogy kapjon pénzt bárkitől is. Tehát múltkor így a Netflix támogatta, most meg az Apple Films, tehát hogy, hogy ilyen rendes stúdió nem áll be mögé, és amúgy én, fogom, én nem tudom, hogy miért. De vissza a Paramount Pictures az beállt mögé. Igen? Igen, ne, nem, csak nem, nem volt elég pénz. Én tegnap csak megnéztem, a, hogy 15-ben vagy 16 ba jött az ötlet, hogy akkor, ő, ő akkor ezt megcsinálják filmnek és akkor jössz DiCaprio, De Niro, igen, igen. hogy akkor lesz ez a film, és akkor folyamatosan halasztották a dolgokat, és még össze kellett kalapozni plusz pénzt, mert nem lett elég, mert rájöttek, ez sokkal nagyobb projekt, mint ahogy a rendetőre Óriási költségvetések költségvetésekkel igen, dolgozik a Scorsese. És akkor még el, elment házalni az Apple TV-hez. Ja. Nem tudom, hogy erre nincs fura pénzt. nekem, hogy a scorsese kell menni ilyen pénz. Ez a igen. durva. Igen, és nem akkor... állnak sorba ott a producerek, hogy hát csinálj már igen. egy igen. filmet. A Tarantino mögött sorba állnak, és ott ö, tényleg verseny van, hogy ki tudja. Hát, hát, hát ez a nézőbarát film. Meg a, az Tarantino film, aha, ez azért ez sokkal, hogy mondjam, nehezebben befogadható, hogy három és fél órás ja. ilyen hogy mondjam, történelmi kordokumentum filmek, az előző, az ír is amúgy az volt, tehát bemutatta körülbelül a, a szakszervezetek, szakszervezetek, kialakulását és belső harcait a maffia világgal, tehát az ezek olyan erős témák ahhoz, hogy így csak beülj egy ilyen matiné keretében arról is megnézed. Hát igen. igen, de ez Hollywood veszte is, hogy már nem bízik ezekben a úgymond komoly témákban, valahol ez egy probléma. Most de. bízik, de nem három és fél órában. É, ja. Ha azt mondta volna a Scorsese, hogy csinálok egy másfél órás filmet ja. róla, vagy nem tudom, fel akkor a költségvetéssel, akkor azt mondja, akkor persze hogy persze csináljátok te vagy a scorsese de... Hmm. És itt, ha már uh, Skorzi úgy döntött, hogy a könyvnek ezt a részét veszi ki, akár csinálhatott volna belőle egy másfél-két órás filmet. Ez, ez a fajta feldolgozás szerintem nem indokolja a három és fél órát, viszont a könyvnek a koncepciója, amit majd mi kibontunk, hmm. az igényelte volna azt hiszem ezt a három és Na, fél órát. És akkor itt visszacsatlakozva, hogy hogy tetszett a film? Uh, én nekem így nyilván a rendező neve a szereplőgárda miatt volt egy hatalmas elvárásom azzal kapcsolatban, hogy milyen élmény fog érni, és ehhez képest azért így sokkal visszafogottabb volt bennem a, a hogy mondjam, az élmény, és azt elmondhatnám, hogy a három és fél óra az megérződik a filmen, és az első kettő az, ami nagyon-nagyon heavy, úgy értve, hogy így húzták-húzták, mint a rétes tésztát, és nagyon nem kellett volna, és az utolsó ilyen másfél óra az, ami szerintem sokkal több, hogy mondjam, screen time-ot igényelt volna. Szóval igen. valahogy így az arányok csúsztak el a filmben Már nálam. csúsztak, igen. És, és emiatt lett egy, egy jó filmélmény, de nem azt mondom, hogy, hogy ilyen korszakot meghatározó a Scorsese uh -huh. film. Uh -huh. Én is hátrébről indulok, hogy ugye én alapból, amikor legelőször hallottam, szerintem csak annyit tudtam róla, hogy a DiCaprio meg a De Niro egyszerre lesz egy Scorsese film. Ugye ez nagy, nagy dolog, hogy a scorsese volt egy De Niros korszaka, ugye a taxisofőrtől a hát nem tudom, mi volt az utolsó közreműködésük, amiben így együtt nem tudom. De hát kérdés. mindegy, a kaszinót volt, a gutfala az, meg ezek. Retteg és foka talán. De egyébként igen, Valahol Arra fele. És akkor utána meg, utána meg a DiCaprio lett az új ilyen a téglátor, A talán. aviátor. igen, az előbb volt, ez 2002 azt hiszem, és akkor utána és itt találkozik valahogy a két irány, és, és, az a, a és nekem ez is tetszett, hogy a, az újkori gangsterség, meg az a régi vágású ilyen, ilyen gentleman gangsterség, tehát nekem ez a kettő a, abban a legjobban szimbolizálva, hogy a, 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 az a az a, a, Goodfellas típusú ilyen öltönyös gangster, és egyébként igen, a DiCaprio is egy öltönyös gangster, csak ő már ez a Wall Street farkasa típusú ilyen kokainozó, ilyen e, dobálom a pénzt és röhögök típusú gangster, és amúgy én arra számítottam, itt valahogy ez a kettő fog találkozni. Egy kicsit más lett azért, szerintem másra használja ezeket a színészeket, mint amire szokta, főleg a DiCaprio. Nekem ez egy nagyon új, új karakterrajz volt, ez az ilyen Kicsit butácska, nem teljesen. Szerintem hasonló volt, mert volt egyszer egy Hollywoodban a Tarantino, ahogy alkalmazta. Ott is azért egy ilyen olasz ilyen bu bunkó Igen, színész de a volt, vicces de... szerintem... volt ott azért lehetett, hagyni is egy kis karaktert. Oké, okay, okay, ez erről. komolyabb Igen, volt, de én ugyanezt a bunkó karaktert láttam a DiCaprio és szerintem szenzációsan játszott. Jó játszotta jól, azért jól de azért van. egyébként szerintem nem volt egy nagyon érdekes, maga a karakterem nem volt annyira érdekes. Ja, csak azért távolabbra indítok, mert hogy én így, tehát így ez volt az első benyomásom és aztán amikor én néztem a filmet, ja, már akkor tudtam arról így kb. előtte, hogy, 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 hogy tényleg lesz ez, a, ez az őslakos versus uh, uh, kolonizáló amerikai szál. Uh, hát meglepődtem, és sem pont erre számítottam, mert, uh, mert igazából én azt láttam, hogy, hogy, uh, hogy Scorsese csinált egy újabb gangster filmet, mm. és hogy igazából itt az volt megint csak a lényeg, hogy így hogy így mutassuk meg, hogy mennyire rossz emberek vannak, egy ilyen portré az amerikai gonoszságról, és hogy ez is egy ilyen gangster story volt, és és az egész is úgy volt felvéve, egy ilyen krimis volt kicsit, kicsit ilyen, uh, ilyen, uh, ilyen hát nem is heist filmes, de hogy volt ilyen eleme, hogy így hogyan tudjuk átverni legjobban, és akkor voltak ezek az ilyen gyorsvágások, hogy így őt is elütjük, őt megöljük, mm. ízé, és akkor hirtelen már, már milyen a pénz. Úgyhogy nekem ez érdekes volt, és, és hát nekem a legérdekes, nyilván a leg ilyen vagy a leg ilyen, ami nem, nem scorsese val, az a legvége. Uh, és nem tudom, hogy itt mennyire szabad most ezt így elmondani, vagy mennyire spoilerezhetünk. Még szerintem ne spoilerezzünk, de később. De hogy. Spoilerezhetünk. Jó, tehát akkor hát, aki csak ki megnézi a videót, az úgy is látta már a filmet. Már nem, hát nem biztos. Mert. ha meg most az elején lőjük, vagy a végén <laughs> szerintem, már ugyan mindegy. Majd később szerintem. Hát akkor még csak, csak annyi magum miatt. Igen. Akkor, akkor csak annyit mondok, hogy a, a legvégén, a tényleg a leges, legvégén van egy olyan jelenet, ami. Ami, ami, egy kicsit így megtöri a negyedik falat, és így Scorsese ez nem, nem méltó, vagy nem is, ilyen hatásvadásznak éreztem egyszerűen, én azt Igen. gondolom, és hogy, 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 akkor éreztem azt, hogy ez fura, és, 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 nagyon kíváncsi lettem amúgy, hogy mit fogtok majd mondani, meg hogy, hogy mi, mi, ez a sztori valójában, és hogy meg azt nem tudom azt kérdezni meg, hogy Scorsese-nek mit jelent ez a sztori, vagy hogy neki mi, volt, mi, mi, mi az, amiért ennyire közel viszi ehhez. Szóval inkább ilyen kérdések maradtak bennem. Uh, uh, még annyit mondok talán, ezt uh, én, én nekem szokásom elolvasni az ilyen IGN-szerű uh, filmkritikákat, és hát el van állva mindenki, hogy hát ez Scorsese Magnum Opus a legjobb film, amit rendezett, és hát azért ezt nem éreztem, tehát ahogy ti is mondjátok, azért itt meg van nyújtva rendesen a, 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 az anyag, de hogy, de hogy azt is éreztem, hogy Scorsese így így azt csinált, amit a Scorsese szokott csinálni. Tehát, hogy nagyon nem, nem, nem vitt bele semmilyen új virtuóz dolgot, hanem így ilyen nagyon scorsese azokkal a vágásokkal, a tipikus ilyen zenei aláfestésekkel így előadta ugyanazt a sztorit, amit mindig is szokott, és, és tényleg ilyen, gut gutfelazosan adta Igen. elő ezt az egészet. Uh, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy, akkor ti, ti hogy láttátok, mint akik olvasták. Én annyit akarok időbe csatolni, hogy a film előtt a Zolival találkoztunk, és Gyorsan elbeszéltük a könyvet először, uh -huh, megpróbáltuk uh -huh. kibeszélni, hogy a könyvet. Hát részlegesen sikerült, mert hatalmas falat egyébként a könyv. És annyit tudni kell a könyvről, hogy három részre van osztva. Először bemutatja a Molly szemszögéből az ő családját, az, hogy egészen az, az ő kicsikorától fogva, és az uh -huh. ő családját bemutatja, és így kapsz egy meg az oszlás indiánokról, uh -huh. és az, hogy ők hogy kerültek oda, miért kapták meg azt a földet miért jár nekik az a kitermelés joga, és azt hogyan tudják eladni, stb. Tehát már ad egy nagyon nagyon alapot, de főleg a molly szemszögéből. Mm. És utána a második részben a Tom White-nak mm. az FBI-os, a nyomozós oldalát mutatja be. Ugye először még a molly szemszögből kapunk egy kis elhintést arról, hogy akkoriban még a nyomozás nagyon nem úgy működött, mint a mai, napban, mai napokban, és nem is a technikai oldalról, hanem arról, hogy nem volt ez központosítva, nem volt, ö, nem volt a kormánynak. Ugye kijelölt, a, vadnyugat, ő... a vadnyugatból való átmenet uh -huh. és a rendes hivatali nyomozásnak a határvidékén Igen. vagyunk gyakorlatilag. Többször, bocsánat, többször bejött, ugye ez az, az hogy Washington, hogy elment például az indián törzsfőnök Minden. Washingtonba. Ez például a filmben nem volt egyszer. Egy ponton, egyszer és, a és ez nagyon gázpontja. Kétszer mentek el, nem? E, én, én egyszer emlékszem, nem egyszer elküldték a, 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 a csaló, nyomozó, Igen, és nem is elsajutott. De ez hamar. is jól mutatja be egyébként, igen, hogy a vadnyugatból még a hírek is lassabban fognak e, kijutni, mert már aminek nem kell jutni, arról jobban nem is tudnak ott. És nem is és, akkor a harmadik részben pedig, tehát a másik részben megvan ez a tombájt, a nyomozó oldal, mm -hmm egy újabb szemszögöt kapunk ugyanarra a történetre, és tág, tágul az egész univerzum, és a harmadik részben pedig kb. a jelenben vagyunk, ahol a, az író a könyvírója, aki hmm. mint egy oknyomozó újságíró, vagy nem mint, mint egy, ok, mint egy igazi ok, oknyomozó újságíró, elkezdi felkutatni a valós helyszíneket, felkutatja a családi hmm. szálakat, amit még csak tudott, elmegy egyébként a film legvégén, amit látunk, ott ez a dobolós rész, az egyébként ott kezdődhetett volna a harmadik Ott még három-négy óra át kellett volna Igen, tartani ja, a történetnek, ja. és akkor lett volna fasza a fiam. Igen, most még erről nem akarok nagyon belemenni, Aha. de hogy ott lett volna a harmadik rész, amiben tényleg a mai szálakat még felkutatva szétrobban az olyat, hogy úristen, az amit láttunk, az, az, vagy az elolvastunk a, a könyv első két részében, az egy ilyen kis szelet, mm -hmm. és a könyv végét úgy zárja le az író, hogy elmegy még egy harmadik, vagy negyedik indiánasszonyhoz, aki elmesél neki egy újabb történetet, és azt mondja, hogy ezt érdemes lenne ö, ezt a szállat is elindítani, és egyszerűen mondja, hogy ráhagyja, mert nem tudja elindítani, mert rájön ez egy akkora Basszus. ügy, és annyi ö, felf, na, felfedezetlen, felfedezetlen ügy van még, hogy, még hogy ez van még beláthatatlan munka, és ez nem az ő feladata lenne, Így van. és a könyv, itt hadd egészítse ki, hogy azt mutatja be, hogy először egy kis körbe folyik a nyomozás, arra tekintünk rá, hogy ott milyen bűnök történnek, utána az kitágul egy nagyon tág perspektívába, és a vége pedig arra mutat rá, hogy itt generációkon keresztül ment az elhallgatás és a, és a bűnöknek a folyamatos ö, ö, halmozása hmm. egymásra. És ez az, amiről nem szól a film, és ezért volt nekem a film után az első mondatom, hogy Scorsese nem értette azt, hogy miről szól a film, és ő hmm. csinált belőle, ahogy Alex nagyon jól ráérzett, egy gangsterfilmet. És áttöri ugyan a negyedik falat a végén, igen. ami nagyon idegen Scorsese-től, de ha autentikusan meg akarta volna csinálni a kötetet, akkor brutálisan át kellett volna törni hmm. a negyedik falat azzal, én a Petinek azt mondtam a film előtt, hogy ha itt nem lesz narrálás a filmbe, akkor el van cseszve Ezt az egész. Pont Mert ugye minden filmjében, ami ilyen regény alapján készül, vagy true crime alapján ugye van egy narrátor, Ingen. általában a főszereplő, és az ő szemszögéből ismerjük meg a történetet, és plusz információkat ad hozzá. A narráció filmekben szerintem. Olyan funkciót szolgálhat, ha rosszul használják, hogy hogy a narráció meséli el a történetet, igen. nem pedig a történet meséli el saját magát. Ez, ha rosszul van alkalmazva. <g economies> igen, <g> igen, viszont, ha úgy használják a narrációt, hogy történelmi kontextust ad, plusz információkat, hmm. akkor nagyon jó, itt ezt kellett volna, és egyébként az is nagyon jó formája a narrációnak, amikor a, a szereplőnek a gondolataiba látunk betekintést, mert azt nem tudja a film elmondani, okay. és szerintem itt van a filmnek egy nagy-nagy hibája a könyvvel szemben, hogy gondolatokat nem tud átadni egyszerűen, pedig ezt narrációval szerintem nagyon jól lehetne alkalmazni, és valamiért egyébként nem hajlandóak a rendezők, a filmkészítők ezt így használni, egy-két kivétellel, most csak ezt gyorsan beszúrom. Van egy 1970-es film, Waterloo. Az a címe a Waterloo-i csatáról szól, és így Napóleonról. És ott nagyon sokszor Napóleont így közelről mutatja a kamera, egy ilyen fej közeli, az érzelmeit látod, és narrációval ő mondja, hogy mit érez, mit gondol, mik a problémája, és uh -huh. ez ilyen visszatérő motivum. És én, én újongtam, amikor néztem, hogy azt, a, ez fantasztikus, hogy belátunk így a fejébe Napóleonnak, és nem csak azt, amit mond a környezetének, és amit cselekszik azt látjuk, hanem egy másik réteget is kapunk azzal, hogy az ő gondolataiba, fejébe is mind belátunk. Mind, ennek azért megvan az a veszélye is, hogy egy film túl didaktikussá is válhat. De ez miért didaktikus, hogy az ő belső motiváció? Én nem azt mondom, hogy ez didaktikus, csak azt mondom, hogy didaktikussá válhat. Hát igen, Tehát megvan annak az esélye, hogy lehet, igen, ez a hangos könyveskedés, igen, amit erről Peti mondott, amúgy ez en 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 pont erre utal, hogy, hogy akkor ennyi erővel csinálunk filmet, hogyha minden, minden dolgot elkezdünk magyarázni, legyen akkor a, mondjuk úgymond a rendezőnek, vagy a körülötte lévő beszélgetéseknek a tárgya. Hogy hát Ez az, hogy nem magyarázni kéne, hanem egy plusz, kiegészítő plusz információkat, extra mélységet Ennyi. adni ezzel a karakternek. Hát én inkább azt gondolom, hogy ezeket érdemes úgymond dialógusokba kiszervezni valamilyen módon, de nem, nem lehet. A, nem, nem lehet, lehet, Mert, de amúgy én, én még inkább azt látom, hogy itt talán az volt a rendezői szándék, hogy hogy használjuk basszus ezt a két színészt, mert hogy amúgy itt nagyon sok a mimika. Szóval, hogy amúgy én azt néztem, hogy a, a DiCaprio elképesztően durva arcokat, tehát hogy itt olyan ilyen ö, 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 arcjáték van, hogy nem is azon gondolkodtam, hogy így a gyurma arcú DiCaprio kb., tehát hogy így bárhogy tudod ö, görbíteni, és így én inkább azt éreztem, hogy itt az volt a rendezői szendék, hogy azért hagyta el talán a, a, az ilyen narrációt, hogy itt a színészek mutassák meg, a, tehát hogy, hogy, hogy ilyen apró érzelmeket is. Én, én, én a DiCaprion, Nekem, na, nekem, az ő karakteret tetszett egyébként a legjobban így az egész filmben, és hogy tényleg azt láttam, hogy így, így annyira jól látotta azt a, azt a figurát, aki így, így, így opportunista egy kicsit, de amúgy így teljesen, tehát egy nem teljesen okay, szóval egy buta a karakter, könnyen manipulálható, de azért neki is vannak gondolatai, neki is vannak érdekei, és, és valahogy ezt az egész belső ilyen, ilyen Gondolatkört, ezt itt jól láthatta. És nekem így, pont most, hogy elmondtátok, hogy amúgy. Tehát, hogy akkor ezek szerint a könyvben, ők sose voltak a fókuszban, a William nem, Hill, nem. meg a. Pont, a pont ez összeütőző, hogy, hogy nagyon érdekes, hogy az első két részbe alig említik őket. Megismered őket, tudod, hogy kik, nagyjából így el tudod őket helyezni, de a belső motivációkról szó sincs. És hmm. ez a nagyon érdekes, hogy így a harmadik részbe második és harmadik részbe fogod őket megismerni, és ismered őket meg az igazán a rossz oldalukról. Hmm. És uh, még annyit akartam még visszacsatolni még a, a beszélgetésünk elejére, hogy az uh, Olival leültünk, hogy akkor az megpróbálj kibeszélni a könyvet, és uh, volt egy ilyen vita pontunk, hogy hogyan fog elmesélni ezt a scorsese és akkor mondta az Oli, hogy lesz narráció, három része lesz szedve, mint a, aggúj, és a, és a, végén, és a végén be fogja mutatni, hogy fairfax ott áll a McDonald's, és hogy mi lett a, a mai világban, hogy, igazából az indiánok már ennyit élnek, ami világban, hogy egy McDonald's ellott az ő szóval. helyükön. de és mondtam az ön, hogy hát szerintem Scorsese biztos, hogy nem fog a jelenben nyúlni, és ilyen dokumentaris eszközökkel akár így bemutatni, hmm. hogy mi van a mai fairfax -be. és szerintem még a narráció is biztos, hogy lesz, de mondjuk az nagyon illene ehhez a, ez a filmhez. És mondta az ő, hogy hát akkor azért rossz film lesz, mindig beültünk a filmre, elkezdődött, Nekem nagyon jó érzés volt egyébként úgy nézni a filmet, hogy tudtam mindenkiről, hogy kicsoda, egy percig se kell gondolkodni a szálakon, meg jó, a. Igen. De tényleg, meg annyira jó volt a casting ránéztél egy karakter, és egyből tudtad, hogy ki kicsoda. Hm. A könyvben úgy volt leírva az örnésznek a karaktere, hogy ő akár egy hollywoodi színész is igen. lehetne. Hát, és akkor tökéletes és volt is róla fotó egyébként a könyvben, nem hasonlított rá, de, de, ne, de, 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 de egy jóvágású... Egy jó, egy jó, egy jó, <coughs> jó, mert hogy, öö... hogy, mondjam, az arcmimikát azt nagyon jól áthozta DiCaprio, nagyon a DiCaprio, ami nagyon hasonlított. Az, állát egyébként nagyon jól Én azt <coughs> néztem. Igen, igen, szóval egyik a sminkesek, is biztos jó munkát végeztek. Az arcmimik nagyon, tényleg, Nagyon tehát, hogy koszo, nagyon tetszett nekem, hogy koszos volt a film, hogy a DiCaprio ez sem igen. ez a mai szép fiú igen. volt, hanem abban a korban igen. ő volt igen, egy szép sárga, fiú, de azért retkes fogai voltak. Igen, 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 az jó volt. Ezek, na, a, ezek csak csak a, aki nem passzolt ebből a szempontból, az a Danny mert hogy a, a hél az sokkal fiatalabb volt Rá, ennél. Hát ezt igen, megembítettük előtte, hogy vajon hogy lesz, mert nem ők nem fiatalítják meg. Jó, így jó volt, de nem de fiatalították de meg. Hát, kiváló volt. A jó, hely, jó játszott, volt. itt jó, egy kicsit így furcsa volt, hogy nekem elmondom, hogy miért zavart egy kicsit, hogy itt a csávó tervezget, tervezgeti, hogy itt milyen szinten fogják, hogy mondja, megszerezni majd ezt az indián vagy, de mondom, baszki, 80, 80 éves ember hova tervezget már ilyeneket? Hát mondom, meg se éled már öreg azt, hogy te ebből valami pénzt fogsz látni engem, ebből a szempontból Igen, a mert a van 72 éves é, volt, mikor szabadult a börtönből a... Igen, 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 és ugye egy 80 éves Robert De Niro játszó Semmi Jó, baj. Nem kiváljuk, baj, de kiváljuk, kiváljuk, nem, nem vágod ki. ki. Ne Igen, csak hogy ez a furcsa, hogy a 80-es Robert De Niro játsza el, és úgy indul a történet, hogy 1918-at írunk, viszont a világháborúból a DiCaprio. Igen. És ő mondom, basszus, elkezd itt még mahinálni, hát ebből a pénzből öreg semmit nem fogsz látni, hát, hát 80 éves mm. vagy ember, hát hogy mi hova tervezgetsz ezekkel, valint. és hogy igazából a, valódi történetben ő pedig 50 éves, és hogy ja, ja így azért kicsit már más a igen. logika ebben, úgyhogy ez, úgy, ez teljesen, zavaró teljesen, volt nekem. Engem egyáltalán nem zavart. De hát jó, oké, okay. de, a könyvét, de, de megnézz, a... megnézed Ahol... a fotókat a könyvbe. egy az egybe úgy néz ki. Oké, egy hát, kicsit ráncosabb. Nem. Nem, nem volt sokkal, annyira fiatal sokkal ember. fiatalabb. Jó a, képek, amiket igen, a karakter, amit magára öltött a hél, attól lett, igen, mert egyébként a hél egy ilyen, hogy hívják, egy igazi káboly volt régen, mm. és nagyon sok helyen próbált szerencsét, Inkább. Kell, hát figyelj, de ő ott tényleg hát, tehát... oszécsbe egy ö, egy köztiszteletben álló ember, aki jótékonykodik, aki szerepet vállal a Igen, közösségi hogy... életbe, a templomi életbe, stb. 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 hatalmas nagy hatalommal de... rendelkezett. És ö, és ezt egyébként jól bemutatta a film, úgy ebben nem érheti kritika. Én csak azt mondom, hogy ő tudott, hogy a a, a az élet történetéből egy szeletet nem láttunk, hogy ő hogyan jutott oda. Az Én nem is mert, kell. Mert, Hát igen, de azért az érdekes volt szöntöm a könyvben, hogy ő honnan jött, és egyszer csak kb. voltnál egy ilyen fordulat, mikor ő eldöntötte, hogy ő mostantól eldobja a piszkos farmert, hmm. és ő szép hmm. öltönökbe fog járni. Csokornyakkendő kalap és a a kerek szemüveg, az mostantól mindig rajta lesz, és tehát ő kitalálta ezt, hogy így lehet majd érvényesülni, és ő így érvényesült is. És hmm. szerintem ez egy érdekes vonal, amit... Jó, lehet, hogy apróság, nem, nem volt apróság, fontos apróság. a film szempontjából. Nyilván, ha ez egy tízrészes igen. sorozat, akkor igen, be igen, lehet igen, ezt igen. is mutatni. Amúgy én ez a... is gondolom. Igen, igen. Amúgy... Ez kiváló sorozat lehetett igen. volna, elképesztően jó. Én Mink a jó fi... dokumentumfilmet éreztem, vagy egy jó dokumentumfilmet lehetett volna inkább. Nem, 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 nem. Egy jó játék, játékfilmet, Baromi akár tíz részben, de ez a három a és fél óra, ez is alkalmas lett volna arra, hogy ezt megfilmesítsék, csak akkor lehet a jó nem vállalja el, mert akkor fél órát szerepelt volna. akkor a Robert De Niro, nem tudom, 30 percet szerepelt volna, stb. Mert, És sokkal e több szereplő lett volna e benne, még ennél is több, így is nagyon sok szereplőt vonultatott fel. A Tom White lett volna gyakorlatilag a főszereplő, aki, aki a, a második hmm. részben, neki is megismerjük a gyerekkorát, stb. mindent, wow. és gyakorlatilag ő kötötte volna össze így a, az első és a harmadik rész közötti szálat, de igazából három különálló film lett volna, vagy fejezet, amely mégis egyetlen egységet alkot. Amíg annyit akartam mondani, hogy amikor elkezdtük nézni a filmet, ugye egyből leesett, hogy narráció az nincs, és és viszont tök jól bemutatta, és viszont nagyon gyors képekkel a könyvnek az első részét, aztán hirtelen belassult. Mm -hmm. És elkezdtük jobban megismerni, rengeteg párbeszéd volt írva, ami egyébként az eredeti könyve nem volt, tehát ezt utólag írták hozzá, és egyébként jó párbeszédeket. Mm -hmm de hogy így párbeszédekkel kezdtük el megismerni a fő karaktereket, és én úgy elgondolkodtam, hogy aha, ez nem úgy lesz megvalósítva, ahogy így mondjuk Zolival beszéltük, hanem ez korszézi módon Abszolút. fogja a saját útján megvalósítani, de nekem elkezdett nagyon tetszeni, és is. rettenetesen élveztem a filmet, egészen mondjuk a az első másfél óráig úgy éreztem, hogy ez a mód, ez, ez működni fog, nem kellene itt a szétosztásig, tetszik, hogy ezt így egybeolvasztja, hogyha a végén meg, hmm. megadja a teret a, a megfelelő részeknek, és amikor bejött a Tom White, akkor már eltett két óra. Nagyon-nagyon sok, és igen, nagyon el, sok el, idő. És akkor már elgondolkodtam, basszus, mi csak most jutottunk el a Tom White -hoz. Hát még most kezdődik a film igazából. Most lett megalapozva a sztori. Igen. Akkor ha. kevés lesz ez a három Nem és bekintem. fél a Tom Teljesen kihagyta a Igen. filmből, gyakorlatilag csak ott volt és kérdezett néhányat a gyanúsítottaktól. Igen. Jesse Plemons egyébként, Igen, ő szerintem. is egy tökéletes karakter, Igen. casting volt. Ha megnézitek a fényképeket, nagyon-nagyon ez a, ez a nyilván ő is egy ilyen egyszerű ember, de végletekig becsületes, aki az apjától hozza a becsületességét, és azt már a kor erkölcsének megfelelően átadva a gyerekének, szenzációs karakter. És én a film után egyébként azt éreztem, amit a kaszinóban az egyik karakter kimond, hogy milyen szép lett volna, csak elbasztuk. <gül> <gül> Ugye ez, a, ez a kaszinónak is a nagy-nagy üzenete, és azt érzem, hogy az író egyébként nagyon-nagyon nagyon nehéz témát dolgozott fel, elképesztő tényanyagot dolgozott fel. Ez egy nagyon száraz anyag, de ő mégis összetudta úgy azt fűzni, hogy érzelmeket is átadott vele, de nem vált egy pillanatig sem érzelgőség. Uh -huh. Szóval úgy tudott egyszerre tényirodalom és átélhető tör, az indián törzsnek a drámája lenni, hogy egyáltalán nem volt nyálas, csöpögős, vagy, vagy hmm. túlérzékeny. Fantasztikusan nyúlt az alapanyaghoz. De, de a Scorsese úgy gondolom, hogy, hogy nem, nem, nem értette, vagy, vagy nem. Egy Scorsese filmet akart csinálni, igazából, vagy de nem, hát végül a saját száízére szabta. De egyébként azt akarom mondani, hogy így én... is csinálhatott volna. Egy Aha, pillanat, mondj. csak hogy így is én, amikor, én van. amikor elolvastam a könyvet, az volt az érzésem, hogy ez ez egy új, volt egyszer egy Amerika. Mert az is egy ilyen nagyon hosszú időt felölelő, néhány karaktert felvonultató, hatalmas, yeah. nagyívű Amerika történelmét is bemutató egyébként személyes dráma. És ugyanennek kellett volna megtörténnie itt is. Hmm. Ez abszolút skorzéze alapanyag lett volna, csak át kellett volna törni hmm. a negyedik falat, és nem úgy, hogy bizonyos tekintettel kiáll. És mondd egy <laughs> De amikor neked a hiányérzeted abban mutatkozik meg, hogy mondjuk a, a modern narratív szállat azt teljesen kihagyta? Nem csak abból, hanem az egésznek a történelmi kontextusát, és le lett redukálva a történet arra, hogy volt itt egy, ö, egy közösség, akik egy pszichopata vezetésével legyilkolták a környezőket, míg ez egyáltalán nem így történt, nem csak így történt, hanem úgy történt, hogy már ezelőtt is megkezdődtek ezek a gyilkosságok, és ezek után is folytatódtak. Sőt, 120 évvel a történet előtt már az amerikai elnök is olyan törvénykezéseket hozott, amivel szorították ki a földjeikről az indiánokat, és folyamatosan minden elnök, minden megyei járásban arra törekedtek, hogy minél inkább szorítsák ki az értékes földterületekről az indiánokat. És míg ez kezdetben meg tudott úgy történni, Mizuriban és Kansasben, hogy telepeseket telepítettek oda a földekre, ugyan, hogy ők földet művelhessenek, uh -huh. és egyre kisebb, először csak kelet Kansas City, Kansas Country-ba telepítették át őket, majd. Már konkrétan ez az Osage. Igen, majd igen. onnan áttelepítették őket Osage megyébe, egy, egy olyan területre tényleg, ami egy sziklaság mellett volt, hogy, hogy azt nem tudják a, tele, a fehér telepesek használni földművelés. Hmm. Ez teljesen haszontalan föld, legyenek ott az indiánok. És amikor Sors találtak a... ott olajat, akkor rájöttek, hogy... hogy vagy most hogy azt ne. elbaszták, és igen. akkor egyre az a lényeg, hogy egyre erőszakosabb eszközökhöz De... nyúltak a fehére emberek ahhoz, igen. hogy elvegyék ettől a, az alacsonyabb rendű néptől a, a vagyok Igen, egyébként azt én utánavasva így a, hogy mondjam, a fölszerzéseknek, tök érdekes volt, hogy maga ez az Osage törzs egyébként egy ilyen különleges szerződést kötött úgymond az amerikai Egyesült Államokkal, úgyhogy hogy a, az, az oklahoma ma oklahomaként ismert államban. A területeket nem csak magát a területet birtokoltak, hanem a területben lévő föld ö, vagy nyersanyag kincseket is, Igen. tehát úgy arra is megkötötték a szerződést, és hogy mondjam, a Földnek így a teljes ö, tulajdonjogát magukévá szereztek, míg a legtöbb indián törzsel ez nem történt meg. És ugye ennek a sors fintóra, hogy mivel belekötötték ezeket is, hogy a nyersanyagok is az övék lehetnek, emiatt volt nagyon érdekes, hogy olajat találtak, mert hogy így viszont nem volt kikerülhető, a, a, hogy, hogy az, az indiánokkal valami fajta ilyen tulajdonjogi rendezést tegyenek később. Na És ez azért tört történt meg az Osage törzsel, és azért nem történt meg az összes többi törzsel, akiket simán ezekkel a, a törvényekkel és ezekkel a szelíd erőszakos Igen, módszerekkel ki tudtak a Andrew volt egy, egy, egy törvény, ami az Indian Removal Act, 1830-ban, ami az összes indián törzset így a nyugati részekről fogta, és eltolta így. A... Na, és ez azért nem tudott megtörténni az Osage törzsel, mert ott volt egy nagyon iskolázott, nagyon uh, nyugatias angol száz uh, is, iskolákat járt uh, törzsi személy, aki mit tudom, hogy hét nyelven beszélt, Súha. latinul, angolul, sziul, <laughs> minden nyelven, és ő elment Washingtonba, és kilobbizta ezt, hogy az Osage törzsnek uh, a, a telkei alatt lévő ásványkincsek, azok nem átruházhatóak, hanem az is indián rezervátumnak tekinthető, Igen. és azt nem lehet tőlük elvenni, csak öröklés útján. Ha, de amúgy szerintem ez, ez, ez elég szépen be volt mutatva, nekem az, az a jelenet nagyon tetszik, amikor ott az esküvő nem, fenét, nem az esküvő, hanem a, amikor a nagymama haldoklik, vagy az anyuka, vagy hát az idősebb ingyen, és akkor Lizzy, és egy pillanatra így, így, így körülnézzünk így a, a, a nak Mollinak a szemével, a kamera így megy, és ahogy ott vannak azok a fehérek, ahogy a dörzsölik a kezüket, és hogy tényleg így a casting, egyszer annyira jó, hogy még így ezek a, a huszadrangú ilyen mellékszereplők is, így a fejükön látod, hogy, hogy a kabzsiság valahogy ez a, ez a, számítás, és hogy annyira nem illenek oda abba a szüzsébe, ami ott egy ilyen tényleg egy szakrális pillanat, és hogy így, és hogy ott ülnek ezek az ilyen dökkesejük, akik éhesek. Szóval nekem ilyen, ilyen szép ö, eszközökkel mutatta meg a Scorsese. Nyilván ugye én nem tudtam, hogy a könyv miről szól, szóval én, a, én így próbáltam összerakni, hogy mit akar mondani. Nekem az átjött valamennyire, hogy, hogy itt ö, hogy itt ez egy generációkon átívelő probléma, és hogy itt tényleg egy ilyen, tő, hogy is zajlik, erre volt egy kicsit még a filmezési technika, hogy ilyen, néha bevágtak ilyen, ilyen fotókat, ahogy készülnek az indiánokról, hogy kvázi megörökítik őket, de hogy, de hogy ugye ez egy ilyen, valahogy volt egy ilyen melankólikussága, is, hogy volt, hát ők mind meg fognak halni tulajdonképpen, akik azokon a fotókon vannak. egyrészt, és hogy másrészt meg, amit láttam, az meg pont az, amit te mondasz, hogy, 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 hogy én azt éreztem, hogy, hogy ez kicsit illik úgy a Wall Street farkasa vonalra, hogy újból egy pszichopatát, mm. pszichopata karakterrajz, és én tényleg azt éreztem, hogy itt, hogy, 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 basszus, hogy lehet valaki ennyire gonosz, és hogy az, úgy tökre jellemző, amit mondasz, hogy, hogy ezek az ilyen, nagyon durva pszichopaták, ezek mindig a, a, az előkelői ezeknek a kis falvaknak, vagy városoknak, hogy ők így templomba járnak, hát a szülői munkaközösség elnökei, azt hiszem a, a, izé volt, ez volt egy ilyen sorozatgyilkos, akit nemrég állítottak elő ilyen, azt hiszem, hogy a másodonok a testvérén keresztül megtalálták így a DNS-ét, mert hogy elment egy, egy ilyen Find My Ancestor, izé, ez az ő a testvére, és összenézték az FBI nyilvántartásra, és kiderült, hogy ő a, ő a California a killer, vagy valami ilyesmi volt a neve ennek a faszinak, és kiderült róla, hogy várjál, ő, ő tűzoltó parancsnok volt, a, a, a helyi hitközösségnek a, a, az ilyen főembere, egy ilyen, nem tudom, folyamatosan adakozott ott a szegényeknek, ja, és egyébként meg van egy garázsa nem messze így a, a várostól, egy teleken, ahol alatta 32 testét megtalálták. Jó. Ez nagyon kemény, és hogy tényleg ilyenekkel van tele azért ez, a, ez, a, ez az amerikai világ, aztán lehet, hogy itt nem tudom, hogy ez mennyire specifikus egy, egy kultúrára, de hogy én ezt láttam ebben a karakterben, hogy tényleg egy egyroha pszichopata, aki iszonyú karizmatikus, és basszus, hogy ezek az indiánok, így ahogy bánnak ezzel a William hale hogy még ők köszönik meg neki, hogy hát itt van velük, és és, egy és... Csak egy mondatot is utána... Mondjátok. És itt téveszti el a fókusz szerintem Martin Scorsese, mert nem az a lényege a történetnek, hogy ki tette. Nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ki nem tette. Ah, és aha. Ez a nagyon jó kérdés, mert hmm. alig találni olyan embert. Nekem csak egy ér ér érdekesség jutott eszembe, hogy egy tök jó párhuzam, a William Hill, az a Baking beling. -be Ö... Szerintem. Há... Ö, ott is. Hát, hát mit, ja, ugye, ja, ja, jó, jó, hát jó. Igen, tehát mindenben támogatja igen, őket, igen, ő igen. a igazi jó polgár. Még, a, hát még van, kifejezetten igen. a, a drogállítás támogatja ah, a adományokkal. Igen. És itt is van, hogy a William Hill ott ül az, az indián törzsben, amikor ott ő, tanáskoznak, hogy elkezdték lemészárolni a törzsünket, dögkeséűként járnak fölöttünk a fehér emberek, és akkor azt mondja hogy hát akkor én még ezer dollárral megtámogatom a nyomozási díjakat. várja, ezer dollárral megtámogatom, és akinek információja van, jöjjön hozzám. Jaj, igen. 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 És ez is volt és mutatva akkor a meg filmben. Meg is köszönik külön a törzsfőnök, hogy igen, köszönjük. Na, ok. és, és ez, ez is ez Na, jól ja. bemutatja a film, hogy a hél az úgy intézte a dolgokat, hogy a számára kellemet alakokat el is távolította, hogy adott neki egy fülest, hogy hoppá, ott gyémántok vannak, azt ki lehet rabolni, de egyszerre az ékszerból tulajdonosnak is mondta, hogy hát azt hallottam, hogy itt be fognak törni, igen. és akkor mire megy hmm, a... Igen, egyébként nem véletlen, hogy minden pozícióból ott van a hél, hiszen a hatalom természete úgy működik, amikor is beszélgettük, hogy valójában azért minden területére rá kell tenni a kezét, hogyha valódi befolyást akar gyakorolni. De egyébként, so, ez és, ez, és ez párhuzamos a kapitalizmus érdekes. Ezt ezt ez... fü Á, a vé véletlen lehet ez szerintem biztosan. Uh, nekem a hélel kapcsolatban volt egy rész, amit ugye többször kiemeltek, hogy összör volt a, elkezdtek játszani ezzel a biztosítási dolgokkal, hogy összekötöttek kötöttek egy biztosítást az egyik indiára, aki, akinek azt hiszem egy éve volt, hogy nehogy egy évig öngyilkos vagy valami, mert hogyha a utána, egy a igen. utána, utána elteszik lából, akkor 25 ezer dollárt fog kapni a hér, és akkor utána meg eljátszotta azzal, hogy a saját földjére, a farmjára kötött egy biztosítást, és akkor természetesen felgyújtották. És igazából azt, azért emelem meg ki ezt a részt, hogy nagyon-nagyon hosszasan el volt nyújtva az a rész, mikor felgyújtják a hélnek a farmát, és mutatják kb. ilyen, mint egy ilyen stock videóba hogy így, ilyen lágok csóválnak, és így izzik a levegő, és akkor ott közben ott kapálják, ott a, a tüzet próbálják fel, és közben meg bent látjuk, hogy Molly ő, a végletekig ö, szenvedése, és a diabetesének a legrosszabb stádiumát éri meg éppen. Hát és az, és már az már nem csak volt, a diabetes, a az a mérgezés, az mérgezés volt. Mérgezés, igen, igen, igen. igen. Ö, hogy nem értettem, hogy a könyvben, meg megvoltam, hogy én nem éreztem, hogy ez ennyire súlyos rész volt, hogy felgyújtják a farmot, és nem éreztem párhuzamot éppen a között. Hmm. Tehát nem értettem, hogy miért volt ez ennyire összekötve ez a kettő, és miért tartott ilyen sokáig ez a ez Furán, a furán a alakította a történetet a Scores része, mert csak, csak annyit így hadd mondjunk el, szerintem érdemes a könyvről, hogy a könyv az ott kezdődik, hogy Annát meggyilkolják és, és ugye az első rész az a Molly szemszögéből a Molly családját mutatja be, és a Molly családja körüli gyilkosságokat ismerjük meg, úgyhogy nem is sejtjük, hogy kik állhatnak a háttérbe. És amikor megismerjük, hogy ez egy sokkal szélesebb körű dolog volt, akkor megtudjuk, hogy az Anna előtti Oszés gyilkosságok is voltak, amikért teljesen más volt a felelős, mint akit megtaláltak felelősként, az FBI is lecsuktak, és miután lecsukták őt, őket, utána is folytatódtak ezek. És akkor a harmadik rész még ezt is kitágítja történelmi Aha. és távlatos kontextusba. A film viszont úgy kezdi, hogy ilyen véletlenszerű gyilkosságok történnek, ugye. Csak így ö, mutatja, hogy lelőnek egy embert itt, lelőnek egy embert ott, és nem tudom, egy három óra után látjuk az Anna gyilkosságot, és már az elejétől sejtetve van, hogy, hogy kik vannak. Szóval a Scorsese ezt a krimi állat így teljesen nyíltan hagyta, mint egy, mint egy Kalambó epizódban, hogy <laughs> megmutatjuk, hogy ki a gyilkos gyakorlatilag, <laughs> igen, és akkor igen. izgult végig, hogy ki a gyilkos. Igen, ezért szerintem ez nem krimi volt, hanem inkább, hogy Alex Fogom, ez egy ilyen heist film jellegű volt, hogy nem mindegy, hogy kit milyen sorrendben gyilkos, mert igen. ugye az, az se volt mindegy, hogy kit milyen sorrendben az öröklési jogi szabályok miatt. Igen. Azért végig kellett menni, hogy nehogy véletlenül a, 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 robbantás az azért volt egy nagyon problematikus pont, mert hogy ott mind a kettőnek meg kellett volna halnia egyszerre, egyszerre azért, hogy az öröklés vagy a, hogy mondjam, a tulajdonjogok, vagy hát igazából itt most nem tulajdonjogokról van szó, hanem ilyen fejpénzről, ami járt úgymond a haszonbérletért cserébe a, az olajmezőkért. Nem, gyakorlatilag tulajdon... tulajdonjog, jól mondtad. <coughs> Igen, mert utána azt több bérbe adja, és akkor abból lesz az... sok, kicsit bonyolult a... a koncepció, mert hogy ugye az van, hogy bár birtokolták ezeket a földeket, de ugye ezeket haszonbérbe adtak, és a haszonbér cserébe ők fejpénzt kaptak, és ez a fejpénz, mint egy jogosultság, maradt rajtuk, Jó, igen, és hogy igen. ezt lehetett örökölni később, nem konkrétan azt hiszem a tulajdonjogot, vagy mondjuk a föld alatti rezervátum alatti, száll, alatti jogot igen, is. Igen, mindegy, na, mindegy bonyolultabb a koncepció, és hogy az a, az, hogy meg kellett, halni, ja, na, meg kellett volna halni a férnek is a, igen. Igen. a Robbantásban. feleséggel együtt, és hogy ő túlélte, és hogy igen. a valóságban is túlélte négy napig, és emiatt az ő leszármazott, meg a felmenő is, a szülei is kaptak ebből De a jem. vagyomból, szóval ott nem sikerült teljesen a molly fele de ez a neked jókat. a filmből derült ki, vagy úgy, hogy utána olvastál? Ez már sajnos csak az utánaolvasás. Ugye, a mert én azt éreztem, hogy a filmben nem. ez nem volt ő, kiemelve. Csak annyit láttunk, hogy ő túlélte a feleségének, mutatják, hogy igen, ott ez, ö, ez nagyon fontos. lehet köv hát következtetni lehet abból, ahogy, mert ahogy előtte beszél, tehát hát igen, én nem, tud, nem tudtam úgy, volna így levezetni, de mert a értettem, film nem magyarázta. Ha nem hogy... Ha nem akkor ezt nem értettem volna lesz a szállat, hogy ez... És nagyon sok ilyen zicsert kihagy egyébként a Scorsese, ami nem azért történik, mert idő lett volna elmesélni, hanem mert valahogy, valahogy nem tartotta érdekesnek Ami és mindjárt, leegyszerűsítette. Mert, mert ezt sokkal egyszerűbben is meg lehetett volna oldani azzal, mondjuk, mondjuk hogy ezt a Deniro meg tudja, hogy túlélte egyébként, Elég annyi, annyi a pillanat, hogy túlélte, hogy vannak rajta tanúk, akkor már egyből, hogy mondjam, megtörténik ez a fajta öröklés. És, és akkor úgy lehetett volna, hogy a denírója elkezd kifakadni. Nem, igaz, nem lehetett volna úgy felrobbantani, hogy mindenki meghalljon, és akkor. Ennyi, de ennél én... még érdekesebb volt az egész, mert ugye a Tom akkor elment a, a kórházba, hogy tud-e valami információt a gyilkosról ki és nem tudott semmi információt adni, és később kiderült, hogy az orvosoknak ugye adott információt, de az orvosok meg ezt elhallgatták, mert ők Igen. is benne voltak az egészbe és az orvosok szála sem volt jól bemutatva akikről ugye sejtetve volt, hogy nem találták meg a golyót, de nem volt elmondva, hogy ugye van bemenetisebb a koponyán, de nincs kimenetisebb a golyónak. És ők meg szétfűrészelték az egész Igen, fejét ingen. ugye Annának, Szétvágtan. és hát nem lett meg a golyó, hol lehet a golyó. De hiszem, ez <sítható> jól, benne jól, volt, nem mert, nem nem kérdezte a, Tom is, hogy, hogy, de akkor miért kellett apró darabokra felvágni a de Nekem ez az, azt én értem. Ami nekem így plusz olvasása jött, tehát kicsit így ez a kontextus, hogy a maga biztosítással, amit az indiánra kötöttek, hogy ott is önmagában az hogy a biztosító társaságnak kellett valami orvosi szakvélemény arról, hogy, hogy oké, és a csávó, hogy lehessen rá biztosítást kötni. És a csávó mániákus, vagy máni. Depressziós, hát depressziós, és, volt, depressziós volt, és, volt és úgy nem lehetett volna biztosítási szerződést kötni rá, de ezért kellett ez az orvos pár kellett hozzá, igen, és igen. ők kiadták ezt a szakvéleményt, és így fogadta el a biztosítótársaság, szóval egyébként ők, ők nagyon sok szempontból hozzájárultak ott a Hél birodalomnak de, a kialakulásához. De az is elkevesztő lehet, amikor ott fekszik kidolva, és akkor így rá rámutat a Hél, hogy ha hát még három hónapig tartsuk már életbe ezt a szerencsétlen, mert csak utána kapunk mm. pénzt. Nem is mondja, hogy ez egy zsák. Igen, az egy zsák. Fú, de hogy így beszélni az emberekről. Amúgy uh, nekem így valamennyire éreztem, hogy ez is benne van ez az ilyen uh, tipikus, hogy uh, ugye a, a, a holokauszt után volt a, a úgymond az egész pszichológia tudomány, így arra kezdett rámenni, hogy így értsük meg, hogy mi a fene történt, hogy miért van az, hogy hogy emberek, normális emberek beálltak, és elkezdtek mm -hmm. ölni, és, és bűnrészesek lettek. És ugye erről van egy könyv is a Christopher Browningnak ez a, a normális emberek ez hát, az a átlag emberek, ez az Ordinary Man, és az a 101-es ilyen, nem tudom, Alakulat. alakulatnak a története ott Lengyelországban, akik ugye, hát ölték a, a zsidókat elég keményen. És hogy ott is tényleg az is arról szól, hogy amúgy egyrészt tényleg van az, hogy, hogy átlag embereket nagyon könnyű így, így nyomás, és így a, a hatalom által, meg a, az ismerősök, hogyha mindenki benne van, én is benne vagyok. De hogy egyébként van egy olyan része is ennek, hogy, hogy amúgy, hogy is mondjam, így, 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 valahol jó érzés a győztesek oldalán lenni, hogy így a testvériségnek a része lenni, és egy kicsit ebben a városkában is ezt éreztem, hogy így, mm -hmm. hogy így amúgy jó érzés jóba lenni ezzel a, ezzel a nagyon gazdag mágnással, hogy én is érezzem, hogy én is így, egy jobb ember vagyok, úgymond, és hát elképesztő, és tényleg ezek az ilyen mosolygó, ilyen hájas figurák, ott a sheriff, akkor a doktorok, és mindenki annyira joviális, annyira kedves egymással, és közben meg amúgy hogy mondjam, így halott lelkek száradnak a, a lelkükön, vagy igen, és még ami eszembe jutott erről kicsit, az meg a, a az Oliver Stone-nak a Natural Born Killers, nem? Az nektek ja. így volt egy ilyen áthallás kicsit, ott, ott is ugye az indián, hmm. ö, meg a pszichopata, és nekem valahogy egy kicsit így megidéződött, hogy hogy amúgy Főleg a végé felé is ezzel a szertartással. De pont ez a baj, pont ez a baj hogy ez megid, megidéződött, mert itt nem egy pszichopatáról szól az egész, hát, hanem ne, egy igen, módszeres, ez, igen, erőszakos igen, assimilációról, igen, igen. kulturális rasszizmusról, és egy ilyen, egy ilyen szisztematikus emberi gonoszságról igen, gyakorlatilag. Igen, igen. Ez azért tele van pszichopatával ez a történet azért. Hát amikor tudom, valaki, tényleg tudok -e, azzal együtt menni, amit mondasz, de hogy azért vannak itt olyan emberek, akik a saját gyereküket simán kinyitják, azért az már nem, 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 nem hinném, hogy önmagában rasszista indokokkal alátámasztott, de, de még de... haszonszerzés, tehát már valami fajta nagyon ez durva nem, nem. Kell. Szerintem nagyon kevés pszichopata volt, szerintem kevés, egy, és, mi... és az, mi... de, a főszereplőnk az Örneszten, ez nagyon jól be igen. volt mutatva. Na, no, de és ezért mondom, hogy én azt gondolom, hogy amúgy végülis jó választotta meg a fókuszt a, Scorsese, mert de, de, mert hogy, hogy azt tudta ez, ezáltal megmutatni, hogy egy egyszerű ember, aki tényleg harcol, visszajön a, a frontról, hogyan, hogyan... szakács volt. Ö, ja, igen, mindegy. erre nem emlékeztem, de... de ez ki volt? ők nem a figyel, hogy egy, Le, de nem... Akkor szakács, ugye visszajön a Frodról, és egy... De, ugye hogy... pláne egy ártatlan ember. Erre, igen, de akkor Igen, 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 igen. Arra arra nem, nem felmenthető az alapfajta ilyen, mert ugye ő elő is adja... Valamiért ezt fontosnak tartott a szem a ugye, hogy, a háborús trómákról is valamennyit beszéljem, amikor iszik a tiszik a fivérével, vagy vala, nem, nem, tehát, fi, a... és akkor ott előadta, hogy milyen, milyen azért traumatikus embereket látott, és igen, igen, nagyon sok ilyen ember igen. került vissza azért a, a frontról, akik azért... Hát... Na de ő nem ilyen volt, nem, nem azért ő... lépett nem, erre az útra, nem. hanem azért, mert egy egyszerű ember volt, igen, befolyásolható pontosan volt, volt, és egyszerűen haszonleső volt, és szépen lassan én a Breaking Bad-del itt, itt, húznék egyébként Párhuzam, Pár párhuzamot, hogy ő is Breaking Bad. De hogy, hogy egy, egy, uh -huh. egyre, egyre másra kezdett rosszá válni. De ugye erre a Scorsese fókusz azt szerintem jól rámutat, hogy így hogyan, tehát hogy én azt láttam ebből a filmből meg, hogy tényleg egy pszichopata hogyan tudja az ujjakörét körét savarni egy nagyjából az összes. embert. Hát nem. Nem, nem, is egy, egy egyszer, vagy egy egyszerű, egy, 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 normális, együgyű okay, együgy, egy, jó, okay. egy olyan ember, de, de hogy nem csak őt, hanem egy egész várost akár, és hogy, hogy én amúgy ebben egyetértek az Ádámmal, hogy, hogy meg én amúgy nekem ennyiben, ennyiben, nem is tetszik így az egész ilyen adornói, meg a, hogy hívták, aki azt a börtön csinálta csinált, Az zimbardói. Tehát, hogy én azt nem gondolnám, hogy itt minden ember eredendően gonosz, és akkor mindenkit meg lett, hanem hogy tényleg én is azt gondolom, hogy, hogy egyszerűen vannak, van néhány nagyon karizmatikus pszichopata, akik nagyon könnyen manipulálnak, és hogy kiasználják az embernek azt a tulajdonságát, hogy egyszerűen az ember keresi az igazodási pontokat, nagyon és ellenállni nehezebb és ennek, el... mint, mint menni mint vele. Mint És erről ez szó... nem... kellett volna szerintem szólni a filmnek, és szerintem erről nem szól a film. Nem explicitán szól, benne van. De, De igen, hát, csak ez nem szerintem Az A szerint karakter ki. azt szerintem ezt akarja valahol bemutatni, meg nagyon összetett az ő érzelem világa vagy belső világa, Jaj, amiről így van, érdekes amiről, érdekes amiről, pont az, hogy itt csak gondolkodhatunk, mert ugye nem, nincsen ráva hogy mondtad, igen, igen. És, és hogy a dialógusok se feltétlenül fejtik ki, hanem így pont amit te utaltál, ezek az apró ö, mozzanatok az arcon, a, a feleségével eltöltött beszélgetés, foszlányok adnak egy ilyen bemutatást, hogy ő amúgy szereti a feleségét, és hogy ő valójában ő csak addig lát, amíg a feleségének a nővérei meghalnak, és hogy a feleségére száll a vagyon, de hogy ő azt már egyszer nem is tudja elképzelni, hogy, hogy hát a következő pontja nyilván az, hogy a feleséged Jután, is meghal, és utána a következő pont az, hogy valójában te is meg fogsz halni, mert hogy a hélre kell, hogy visszaszálljon a vagyon, aki a nagybátyád, és valójában az egész családodnak ki kell halnia ahhoz, hogy abba az irányba mozogjanak ezek az olajpénzek. Fú, elképesztő. Na De most amúgy... saját életére nincsen Igen. ilyen, ilyen rálátás, hogy valójában Igen. ő is veszélyeztet van, hát aláírja azt a papírt, ami egyértelműen halálos élet, és hogy Igen. Valahol, valahol érzi, hogy nekem ez ilyen fura, de aláírja. Igen. Hát, mert annyit presszionálja a Meg Megint mondja, a bátyám is aláírta. Ö, és akkor a bátya csak annyit mond, hogy nekem nincs feleségem, igen. és így aláírta, aláírta. Először elég. azt mondja a hél, hogy aláírta, igen, igen, és utána meg azt mondja, hát nekem nincs feleségem. Igen. Nincs felesége, de még így is aláírta. Igen, még így mondja. Is aláírta. <laughs> ő <laughs> vele nem lehet semmit írni. Egyébként az olyan nagyon durva, amit még te mondtál, Alex, hogy te a pszichopata vonalat behozva, hogy hogy az az ijesztő ebben az egész sztoriban, és főleg így a könyve, és ami tényleg a lényege lehet a, a, a sztorinak, hogy ő, itt a fehér társ, amerikai fehér társadalom, ő, ahogy rárepül az indiánokra, hogy ő, igazából azért tűnnek ők pszichopatának, és amúgy nem azok, mert ugye mindenki csinálja, ezért, ha mindenki csinálja, akkor nem tűnik az olyan durva dolognak, Aha. És ők nem is tekintik, hogy az indiánokat igazi embernek van is egy ilyen rész, hogy, hogy meg kéne venni valakit, átémánt csak neked. De egy azt hogy ja, simán. Igen, 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 Igen. és valójában závon... csak így lehet csinálni, Igen. mert, hogy, mert, mert, hogy, akkor... mert Igen. ha nem vagy pszichopata, akkor kell valami fajta a racionál, idéző embervet racionális igazodás ahhoz, hogy te ezeket felhatalmazást érezzél rá. És azt gondolod, hogy ez nem igazi ember, hanem csak fél ember, vagy patkány, vagy kutya, vagy fajta lealacsonyító dolognak próbálod reprezentálni, akkor sokkal Önne Igen, megtenni. de bocs, még egy dolog, hogy hát. ugye ezek egyéni szinten így működnek, de hogy itt az volt az ijesztő, hogy szerintem sok embernél már ezek nem is kellettek, hogy lejátszódjanak ezek hmm. a racionalizálódások, hogy akkor miért is lehet ezt megtenni. Na, mindenki ezt csinál, akkor. Igen, ez, igen. Az, ez az út. Ez a norma. Is hát ez is el. egy racionalizálódás. Egyébként, hogy mindenki azt csinálja, akkor igen. az a racionalizálódás, hogy egy mintához igazodsz. Igen. 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 igen, és a törzsfőknek Durva. volt is egy ilyen félelme, hogy miután az FBI-os Tom White kiderítette, hogy kik a gyilkosok, megvoltak a bizonyítékok, bíróság elé tárták az ügyet, Kérdéses volt, hogy a 12. hogy hívják őket? esküt, esküt az el fogja ítélni a, a releváns bizonyítékok alapján, és valójában úgy fognak erre tekinteni, mint emberölésre nem pedig állatkínzásként fognak rá tekinteni. És még így is ebben, hogy hát emberölés nek tekintette az esküdszék, még így is nem akasztást kaptak érte, hanem életfogytiglan börtönbüntetést. És ez a harmadik esküt uh, bíróság volt, tehát hogy azt az első az kiderült, hogy ott uh, a hélnek azt valamilyen befolyása igen. volt, azt felosztatták, igen. a második nem tudott döntést igen. hozni, azt igen. mondták, hogy ők nem, inkább nem hoznak ebbe a döntést, a harmadik volt, ami képes volt egyáltalán kimondani a bűnösséget. De ők kis napokig ültek rajta, vagy valami ilyesmi? Sokáig, igen, igen. Sokáig ültek rajta, hogy nem tudták. Hát a laikus hogy... bíráskodásnak ez egy ilyen nehéz. Igen, és már, már ott is kiderült ez, hogy igazságot itt nem lehet szolgáltatni, és az író is erre próbál utalást tenni, hogy igazságot ennyi idő után nem lehet szolgáltatni, de mégiscsak ezt fel kell tárni, erről beszélni kell, és nagyon jó, hogy Amerika a saját történelmével kapcsolatosan meglehetősen reflektív, és megpróbálja feldolgozni a saját traumáit, így vagy úgy. Ez szerintem egy elképesztően fontos könyv, pontosan ezért, és ezért lett volna fontos ebből nem egy gangsterfilmet csinálni, hmm. hanem egy Amerika történelmét feltáró kordokumentumot. Hmm. Amúgy azt akartam kérdezni, hogy a könyvben is uh, például túlzáról ennyire uh, megemlékeznek. Ugye ne. volt ez a. Mert hogy ugye ez nekem érdekes volt, hogy volt ez a, ez a túlzai mészállás, ami hmm. meg ugye ennek az ilyen fekete ellenes verziója. Max hogy ott, egy említés volt. Ez egy egész város egy fegyvertetek, és egy tök érdekes, mert. Um, én nemrég volt a, az HBO-n a, a Watchmennek egy ilyen utángondolása, egy ilyen folytatása, ez egy ilyen ö, szuperhős dekonstrukciós sztori, és hogy az is arra ment ki, hogy, hogy, hogy végül is az egy ilyen, hogy a túlzárnak a, a, traumájáról szólt, és hogy, hogy mindegy kiderült benne, hogy az egyik ilyen maszkos igazságtevő, ő, neki volt, aki rokonai ott, és hogy az egész egy ilyen uh, kérdés lett, de hogy, hogy azon kezdtem meg hogy tök érdekes, hogy most Hollywood, uh, hogy mondjam, feleleveníti ezeket az ilyen sötét foltokat, mint hmm. az osszázs, az a túlza, és hogy amúgy igen, nekem az tetszik, hogy, tehát, hogy, hogy, ez egy egészséges dolog, hogyha így kimosod a sebeket, meg hogyha képes vagy egy ilyen uh, olyan emlékezett politikát művelni, ahol nem feded el ezeket, hanem azt mondod, hogy ez tényleg megtörtént. És itt jön szerintem szóba a, a filmnek is a felelőssége, mert a film úgy mutatja be az FBI-t, meg az egész nyomozást, hogy ugye amikor a Fehér Házig eljut az ügy, a Calvin Coolidge, akkor ő a Huveréknek hmm. kiadja a parancsot, hogy ezt ki kell deríteni, ők elmennek szépen a Tom White-tal, kinyomozzák, ügy lezárva, 24 gyilkosságban eljártak, és akkor tök jó, minden okés. De a valóságban ez egy ilyen, hát túlzás ezt mondani, de látszat intézkedés volt, hogy fel tudjanak mutatni valamit a húverék és hogy a Hoover pozícióba tudjon maradni, és hogy a bürokráciáját tovább építve még nagyobbá, vagy hát imáron az FBI-já tudja átformálni hmm. azt az intézményt, amiben dolgozott. És itt hadd idézzek meg a könyvből egy, uh -huh. ö, egy idézetet, ahol ö, az elnökökön keresztül jefferson már mondjuk így, így bevezeti az olvasót, a, az író, hogy hogy, hogy hogy is történt ez az egész, csak hogy történelmi kontextusban el tudjuk helyezni, mert szerintem nagyon-nagyon fontos, azt írja a szerző, hogy 1803-ban Thomas Jefferson elnök a franciáktól megvásárolta Louis Louisiana teritoriumot, amely javarészt az oszás indiánok földje volt. Jefferson arról tájékoztatta a haditengerészeti miniszterét, hogy az oszás hatalmas nemzetség ezért idézet következik: jó viszonyt kell ápolni velük, miután földjeiken szánalmasan gyengék vagyunk. Később. Ö, azt mondja Jefferson hogy a legpompásabb emberek akiket a valaha lát a találkozón Jefferson gyermekeiknek szólította a törzsfőket, mint mondta, újabb idézet következik, ős atyáink olyan rég keltek át a nagy vizeken, hogy már az emlékét is elfeledtük, mintha mi is ebből a földből nőttünk volna ki, ahogyan ti is. Immár mind egyetlen család vagyunk. Ha majd visszatértek a népetekhez, mondjátok el nekik, hogy mindannyiuk kezét fogom. Ezáltal az ő atyuk is vagyok, így nemzetünk sorsaiban csak is barátokra és jó Tevőkre találnak idézet vége. Az író folytatja, várj egy pillanat. E felvezetés után Jefferson négy éven belül kikényszerítette, hogy az oszázs indiánok mondjanak le az Arkansas és Missouri folyók közötti területről. A törzsfőknek közölniük kellett a néppel, hogy nincs más választásuk. Vagy aláírják az egyezményt, vagy az Egyesült Államok ellenségévé nyilvánítják őket. Az elkövetkezendő két évtizedben az oszázs indiánok őseik csak nem 100 millió holdnyi területről szorultak ki, még végül Kansas délkeleti földsávjában találtak menedéket Molly anyja és apja már itt érte a felnőtt korát. Ha kiszámoljuk, a, az eredeti területeik 4%-ára szorították vissza őket, és először csak telepeseket telepítettek be, majd ennyi, stb. stb. És akkor... De fogták a kezüket közben. A Igen. Így beszél egy, egy alapító. Egy így kell beszélni. Így van, így van, és akkor még, még egy kicsit hadd elaboráljam ezt az egész befogadó amerikai lelkületet, hogy 1877-re jószerével nem maradt levadászni való bölény. A folyamatot a hatóságok is sietették azzal, hogy a telepeseket a vadállatok írtására bíztatták, tudván, hogy egy katonati szavaival élve, minden döglött bölény egy távozó indiánt jelent. Eközben az elszigetelési és kiszorítási kísérletekről a hangsúly fokozatosan áttevődött az erőszakos asszimilációra. Ennek egyében a hivatalnokok az oszázs indiánokat igyekeztek a templomok felé terelni, angol nyelvre tanítani és rendesen öltözködő derék földművesekké alakítani. A kenzeszi földek ellenértékeként a kormány évjáradékkal tartozott a törzsfőknek, ám ezt nem fizette addig, amíg nem, el, amíg nem kezdtek el gazdálkodni. Sőt, még ezt követően is a kormány ragaszkodott ahhoz, hogy a tartozását ruha és élelmiszer fejadag formájában törlesse. Egy osz Oszás törzsfő fel is panaszolta a helyzetet. Nem vagyunk mi kutyák, hogy kutyaként kelljen etetni minket. A fehér ember, ez már az idézeten kívül van, a fehér ember mezőgazdasági módszereit nem ismerő, és a bölényektől végérvényesen megfosztott oszás indiánok éhezni kezdtek. Sokan közülük csontá és bőrré aszalódtak, mielőtt végleg kiszenvedtek. És akkor itt még a neveltetésével kapcsolatosan a Mollinak, és nagyon érdekes megfigyelni, hogy Molli gyakorlatilag Két korszak határán élt uh -huh. és két civilizáció határán uh -huh. is. És őt már úgy nevelték, hogy 1894-ben Molly szüleivel közölték, hogy be kell iratniuk hétesztendős lányokat a St Louis Schoolba, az oszás lányoknak alapított katolikus iskolába, amely két napnyi szekér útra volt a délkeletre fekvő póháskában. Egy indián ügyi hivatalnok így fogalmazott. Az indiánoknak át kell venniük a fehér ember szokásait, ha megy szép szóval, ha nem erőszakkal. Móli szüleit figyelmeztették, hogy amennyiben nem engedelmeskednek, a kormány visszatartja az évjáradékot, éhhalálva ítélve ezzel a családot. Köszönöm. És így folytatódik ezeknek a leírás, hogy Ezt milyen. Megemlítik e... a film legelején, mikor ott azt a békepipát mutatják, akkor annyi de. De amúgy a vizualitásában nagyon ez, visszaidéződik nekem, hogy annyira szépek tényleg az indián festékek, látunk ilyen, ilyen szertartásokat, és egy csomószor meg azt is látjuk, hogy tényleg annyira esetlen, hogy beöltöztetik őket ebbe a tipikus amerikai ilyen, ilyen smokingba, meg nem is tudom mikbe, meg cowboy kalapval és hogy amúgy valahol ez is olyan szomorú, hogy ilyen, Kicsit olyan, mint tudjátok, a, a pálmaültetvényekre szokták mondani, hogy ott ugye a a, a, az, az ottani uh, növényzetet, ami ilyen gazdag, meg ilyen biodiverz, azokat lecserélik egy uniform, ilyen páma sorra, és egy kicsit nekem ez is olyan, hogy így, hogy így azt a tényleg, azt a divers kultúrát, azt a nagyon szép ilyen, ilyen mintázatokat lecserélik erre az amerikanizált, uh, ilyen teljesen egységesített uh, uh, kinézetre, és amit itt mondasz, ez a, hogy, uh, hogy amerikai iskolákba direkt úgy járatták, hogy nem is uh, gyakorolhatták a saját indiás hogy ez, ez, tényleg mindenhol történt az országban. Én voltam uh, San francisco az Alcatraz szigeten, és ott, uh, ott is voltak ilyen vezetett túrák, és ott is az volt, hogy, 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 hogy voltak, tehát hogy volt egy ilyen kaliforniai törvény, hogy minden indiánnak amerikai iskolába kell menni, és hogy nem gyakorolhatja semmilyen módon az indián szokásait. Igen. Igen. És hogy uh, nem gyakorolhatja semmilyen módon az indián szokásait, és aki meg nem teljesítette ezt, azt akkor az Ákátraszba zárták. Oh, és hogy volt egy ilyen és ez nagyon sokáig ilyen titkosított dolog volt de hogy az Alcatrazban volt egy külön uh, rész, ahol csak ilyen indián uh, férfiakat, meg gyerekeket uh, zártak, azt hiszem a nőket nem zárták be egyedül uh, ez is olyan érdekes, hogy, hogy akkor miért már, nem, akkor, igen, egy akkor egy már egy, legyen, legyen, nem? igen, és hogy ezért, hogyha elmentek Alcatraz szigetére akkor az a felirat fog fogadni titeket, hogy this is indian land és hogy, hogy volt egy ilyen de amúgy ez is annyira ilyen visszatetsz, hogy volt egy ilyen gesztus, hogy visszaadják az Alcatraz szigetet, mert hogy ez egyébként aradatilag egy indián föld volt, és hogy ez mostantól egy indián föld, és hogy, hogy így minden, amit itt elkövettünk bűnt az, 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 egy, az, egy, tehát meg, meg tanossza járjuk. Mm. De hát basszus, azért mégiscsak ezek megtörténtek, és, és ahhoz képest ez egy, egy, egy nagyon szimbolikus gesztus, hogy így tessék, ez egy indián föld és um, valahol így az egészben ezt érzem, hogy amúgy írni erről könyveket, meg csinálni filmeket, én szerintem tök jó, meg, meg, így jó erről tudni, meg így az emlékezett politika fontos, de hogy, hogy basszus, ez, ez olyan, tehát hogy ez olyan szintű ilyen civilizációs bűn, hogy hogy ezzel nagyon nehéz így így mit kezdeni egy embernek, aki így... De pont ezért lenne jó a pontosan bemutatmány. Há hát jó, hát igen, igen. én ez az... ezért hiányolom a filmnek az utolsó egyharmadát, vagy hát a könyvnek az utolsó egyharmadát megfilmesítve, mert az már azt mutatja be, hogy meg én nagyon vártam a, a szkorszészétől azt, hogy először bemutassa azt a Fa pallókból összetákolt kis várost, ugye greyhorse ahol nagyjából folyik a történet, hogy abból az olajpénzek micsoda nagyszerű várost hmm. ö, építettek, vagy milyen prosperitást hozott el, és utána, hogy ugye, ugye, ahogy az olajcsapok elapadtak, és ahogy kezdtek el szegényedni az indiánok, úgy kezdett lepusztulni a város, és azok a nagyon szép kocsmák, éttermek, azok helyén ilyen olcsó McDonald'sok -ok lettek. Viszont, viszont az oszás indiánokat meg valamilyen szinten összekovácsolt ez a kollektív trauma, uh -huh. és ők annál inkább ragaszkodtak a még olyan szokásaikhoz, amelyeket meg tudtak tartani, például az, az, az ünnepé, amivel záródik a film, és amit meglátogatott egyébként az író, ahol ugye a Mollinak az unokájával beszélget, és az oszás Múzeumnak az igazgatójával, ahonnan ő kapta az egész ötletet, amikor oda ellátogatott. Mm. És ezért lett volna szerintem nagyon fontos erről beszélni, beszélni a scorsese hogy hogy ez egy, ez egy hatalmas trauma volt ennek hmm. az Oszács törzsnek a, az életében. Akkor a akkora trauma, várja, akkor a trauma, hogy amikor 2000-es években, vagy, vagy a 2010-es években szélerőműveket mentek oda telepíteni Igen. holland vagy német cégek, olasz. Akkor, o, olasz? akkor teljesen megijedtek az indiánok, és teljesen be voltak gyulladva, hogy most újraindul az egész, mert valami hasznos, vagy pénz, pénzszerzési lehetőség látott itt valami fehér nép, és újra kezdődik ugyanaz olasz, a gyötrelem, olasz. amit száz éve végigélt már a törzsük. Én ja, egyébként azt akartam hogy rohadt nehéz úgy emlékezett politikáról gondolkodni, vagy hogy azoknak, azok, akiket úgymond most itt traumatizálva vannak, mondjuk például Mólinak a leszármazói, ők, ő, ők egyszerre hordozzák, ugye a bűnös múltat, meg egyszerre az áldozati múltat, és hogy tök, tök érdekes, hogy még találnak amúgy filmekhez úgymond tiszta vérű, vagy hát olyan ö, indiánokat, akik akik nem asszimilálódtak félig meddig, Jaj. mert hogy valójában, hogy mondjam, ez a nyugati ember, hogy beolvasztotta már ezt, a, ezt ez az, az ezt indián kultúrát. Tehát, az hogy az ne, nem, nem lehet azt mondani, hogy, hogy így... Jó, nyilván vannak rezervátumok, ahol még vannak úgymond hát, ilyen, ilyen közösségek, amik ilyen szorosan összetartoznak, de hogy Tudj, hogyha megnézed a Molinak a, nem tudom, unokája, vagy unokája. Unokája. El, unokája, hát sokkal inkább ö, tűnik már fehér embernek, mint semmi mm, ilyen. Szeret, szép, nem tudom. Nem, nem, nem feltétlenül. Kulturálisan elérősen. lehet, de még őrzi a hagyományokat és arcra, meg tisztára. Akár de a, a nagyanyja látszik rajta. Megnézted? Én néztem, néztem. Hát én még interjút is igen, néztem vele, abszolút. Vele. De hát nekem, nekem inkább ilyennek tűnt. Az is érdekes, hogy most ezekben a városokban, Fairfax, Pohaska, meg Greyhorse, ma ugye az elkövetők leszármazottai és, a, és, az áldozatok leszármazottai egymás mellett élnek. Hát igen, és akár egy kon... személybe is, igen, mondom, de, ez gyorsan de gyorsan még egy ilyen személyben. Van ja. Jó, jó csak a, még, még, mondtam, még majd... konfrontatívabb, ha Érted, a szomszédod az egyik gyilkosnak a leszármazott, tehát neked meg legyilkolták. És de egyébként de. a szerző számításokat végez, vagy hát az elmondások alapján a jegyzőkönyvek mindenek alapján azt mondja, hogy nem volt olyan oszás család, akinek legalább egyetlen egy tagját ne ölték volna haszon, meg haszonszerzési célzattal. Hú, Nincs most olyan család. Megpendítek egy ilyen nagyon érzékeny kérdést, vagy hogy vagy hogy lehet, hogy ez egy ilyen, ha, ha mondjam, egy igaztalan vád, vagy hogy e, csak így érdemes erről elgondolkodni, hogy van-e magának az oszázs törzsnek amúgy felelőssége abba, hogy ők erre a sorsítottak azzal, hogy mondjuk engedték azt, hogy a fehérek beházasodjanak az ő családjaik, hogy vagy ha megőrizték volna a belterjességet, azt fel lehet -e nekik róni. Sőt. Most ez nem, nem azt mondom, hogy ezzel egyetértek, szóval csak a így bedobtam. Semmilyen nem. szinten nem. Az, hogy ők naívak voltak, vagy megbíztak emberekbe, azt hát... fel lehet -e róni nekik? Hát én nem gondolom. Még ez olyan nehéz, hogy akkor az is egy ilyen tök fura dolog, hogy tehát meddig lehet tartani a belterjességet is, értesz, szóval, vagy egyszerűen valahol ez természetes, hogy, hogy egy idő után muszáj valahogy azt meg. De nem is azt hanem hogy egyszer muszáj, mert hogy nem, nem lehet basszus, hogy csak az unokatestére eddel jössz össze. Szóval azért nem kicsi az nem, Nem ilyen kicsi az nem tíz emberről Jó, van Jó, szóval nem azért. tíz emberről, de, de hát figyelj, de azért. Nem olyan sok emberről beszélünk egyébként. 2000 egyéb. asszon. Hát ez az. az hát igen, azért kevés. Az, az, az kevés. Nagyon kevés. De egyébként, hogyha meg tegyük fel, nagyon okosak lettek volna az indiánok, a naivításokat háttérbe szorítják, és kétszer meggondolják, hogy kikkel házasodnak, megmarad ez a beeteljesség, akkor egy másik módot választottak volna a fehér hát igen, egyébként hogy kezdjük, kezdjük, ő kezdjük, azzal, azzal, ami a legdurvább volt, azt mondom, az szóval egész, szóval. vagy nekem egyik ilyen legdurvább dolog volt a történetben, ami nem lett amúgy nagyon megmagyarázva, hogy itt van, van egy ilyen vagyonkezelési ö, történet, tehát hogy az, hogy megtalálták ezeket a, az olajmezőket, így nagyon gyorsan rájöttek a, a döntéshoz, hogy ebből valójában nekünk is kell pénz, és ezért hoztak egy törvény, hogy valójában erről a vagyonról csak úgy rendelkezhetnek, hogyha, hogyha egy vagyonkezelő jóvá hagyja az ő költéseiket. Hát nyilvánvalóan öm, fehér emberek voltak, és hmm. ügyvédek voltak, és az volt a dolog, hogy ebben az időszakban ilyen lakosságra lemondva ebbe a városban volt a legtöbb ügyvéd, egyfőre jutó ügyvéd, Á, mert hogy mindenki mellett jó, volt egy ügyvéd, aki jóvá hagyta ez ezeket a kö, ö, köldéseket, mint vagyonkezelő. Ez és hogy az a kemény, hogy itt emberek tartoztak, úgyhogy amúgy millió vagy, tartoztál például a Hélnek, tartozott az egyik indián, miközben amúgy ő millió most. mondta, hogy a vagyonkezelő nem ad pénzt. Nem, a vagyonkezelő nem ad pénzt. Hát na, ez, e, na, ez az a, a nagyon urván abszurd. Ez. És erről kevésbé szól a film, és itt amúgy fel lehet, vetni, hogy Igen. Egy akkor egy egy kormányzati kicsit. felelősség is van abban, hogy ilyen, ilyen jogszabályok létrejöttek, és nem csak a manipulatív. Hát, hogy hél, Itt mindenki így másnak van. el volt hazudva a felelőssége, csak a Hélnek és az ő a felelőssége, volt hazugva. El, Elnöki szinten. Elhallgatás. Elmazug, inkább a hazugságot most nem... nem kapott elég hangsúlyt. Igen, nem tehát, hogy nem kap... szerintem... Semmilyen hangsúlyt nem, nem kapott. Se az FBI-nak a felelőssége nem kapott most semmilyen nem hangsúlyt. hogy van ez, ez a vagyonkezelési dolog. Azt, hogy nem, nem magyarázták el, az egy probléma, de az nem elhazudás. Most én nem pontosan erre. Én a magasabb szintekre gondoltam, de ez is... Jó, jó, én... Inkább elhallgatás, mint elhazudás, de, de az elhallgatás se jó. Elhazudásban én a akba. kormányi szintre gondoltam. A a törvénykezési szinten és az FBI szintjén. Ezek el voltak hazudva ez teljesen. Lehet. Ezt nem tudjátok megcápolni. Ez lehet. <gül> de, <gül> de, de nem is olvassatok a könyvet. <laughs> de... A filmben nem Értem, voltak ezek benni, a világ. De mondom. az nem, de... De, de, elhozudás... de, de, igen, de, de. De, de szóval az elhazudás az, hogyha mást állítasz arról, hogy nem, ami, ahogy nem. ha nem beszélek róla. Na nem, nem várj, az, az, az elhallgatás. Én arról, ez teljesen más fogalom. Na mindegy, de Megcsalod a barátnődet, és nem mondod neki az csupán elhallgatás, nem hazudtál. Egyébként... Ah, az hazugság, valljuk be, ez hazugság. Egyébként nem, hogyha tényleg nem. Na mindegy, hagyjuk. Ez ne. hazugság. Jó, 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 oké. Okay. De most tényleg most szemantikán ne vitatkozunk, hanem én még azt akartam mondani, hogy amúgy ez, eh, ennek az emberi oldal is amúgy elképesztő, hogy így basszus ezek a vagyonkezelők, és nekem ez volt ilyen megdöbbentő, hogy így, hogy így belelátnak tulajdonképpen a pénztárcádon keresztül a privát életedbe, hogy így elkezdik számon kérni, hogy így miért ennyi húst? Ki eszik egy húst otthon? Milyen gyógyszerek ezek? Hát milyen betegséged van, és hogy amúgy ez de undorító, hogy Érted, még a, az emberi méltóságnak a legkisebb szeletét is ne, nem hagyják meg, hanem, hanem nagyítóval kezdik el nézegetni, hogy a diabéteses nő, meg a beteg anyja mennyi húst tesznek meg. Én, én, olyan, én már ott, és ez az ötödik perce a filmnek, én már ott mondom, hogy úristen, erről fog szólni ez a film, hát ez kurva kemény. De és mindenkinek, durva. aki amúgy 50% vagy a fölött tiszta vérű, oszázs volt, azoknak mind, mind, mind vagyok kellett kezelődül. a, mind Még kezelődül. a félvéreknek is, de nekik ritkábban. Egy, egy tiszta vérű indián mellé mindig vagyonkezelőt jelöltek ki, egy keverék indián mellé csak ritkábban. Ja, ez nagyon kemény. volt volt. És azt mondta, de, de majd megerősítetek, mert ti olvastátok a hogy, hogy amúgy ezek a vagyonkezelők kijelölése, ez, a, ez valami tő, a törzsnek a közreműködésével történt, nem? Mm, Én valami ilyesmi. Azt, hogy ha valakinek férje, felesége fehér ember volt, akkor az egyértelműen lehetett a vagyonkezelő? Nem egyértelműen. Én úgy gondolom, hogy lehet. Igen, ja. hogy, hogy ők Várja, pont itt van egy, egy bekezdés, ami erről Na. szól a vagyonkezelésről. A tehetős amerikaiakkal ellentétben sok oszás nem költhette tetszése szerint a pénzét, mert a szövetségi állam vagyonkezelőket rendelt ki melléjük. Uh -huh. Az egyik ilyen gondok azt állította, hogy az oszás felnőtt olyan, mint egy 6-8 éves gyermek, aki minden új játékot meg akar venni, amit lát. A törvény kötelezővé Tette a vagyonkezelők kijelölését minden olyan indián mellé, akit a belügyminisztérium alkalmatlannak nyilvánított, vagyis mindenkit. A gyakorlatban a döntés, hogy gyámot jelölnek ki egy indián mellé, és ezzel másodrangú állampolgárát degradálják, szinte mindig azon alapult, hogy az ingatlan birtokosa hány százalékban számított tiszta vérű indiánnak, vagyis, ahogy a legfelsőbb bíróság egyik tagja megfogalmazta, mennyire szenvedett faja eredendő gyengeségétől. Ez elképeszt... nagyon, nagyon Igen, de, de, de egyébként arra kíváncsi vagyok, hogy... hogy ennek ellenére, hogy, hogy voltak mondjuk e, ilyen luxusautókat tudtak venni, ebből bizonyos, tehát ők ezt, Mert ezt még, így ki. is, még így is jutott erre pénz, úgyhogy szénnyé lopták de, őket. De, még nem, 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 nem volt, az nem volt meg ez a vagyon hát, akkor, akkor... Ezt, ezt közben alakították ki. Igen, közben az közben van... az elején megvehettél bármit, és volt, elkezdtek lejönni ilyen korabeli újságcikkek, hogy az indiánok annyira költekeznek, hogyha mondjuk kifogyott a mező az autóból, ott hagyták az út szélén, vagy lerobban, és vettek inkább egy másikat. Nem, ott voltak ilyen esetek, és ez felnagyította igen, a sajtót. Igen, azt hogy hogy ez ezt nőtötte fel a sajtó. Ezt igen, csak mondom, minde, hogy... mindez a történés, ez a 20-as években történt, a nagy gatsby a fényűző korába is, az nem zavarta érdeket az, nem... az embereket, de amikor egy az indián, az, indián akár csinálja ugyanazt, van, aki befektette a pénzét, van, aki elköltötte, van, aki meg elherdálta ugyanin. Tudod, mire mutat még ez rá, hogy amúgy a kapitalizmus valahogy elképesztő, hogyha hogy mondjam, van tőke haszna ebből a, 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 fehér embernek, akkor, akkor simán tud ilyen, ilyen nagyon durván szociális intézkedéseket csinálni. Tehát, hogy azért azt tudjuk, hogy például a, a, mély szegénységben, hogyha valaki pénzt kap, akkor nem tudja elkölteni, nincs a kultúrája. Érdekes, és soha nem hogy az amerikai kormány csinált volna olyan programot, hogy nagyon kezelőt a szegényeknek, és segítsünk nekik, hogy, hogy jobb legyen nekik a pénzköltési kultúrájuk. Fenét, azoknak vagyonkezelőt, akik a rasszuk miatt nem tudnak pénzt költeni. Tehát, érted, hogy, hogy, az az elképesztő, hogy amúgy itt Ebben tehát valahol a mélyén ennek van egy progresszív gondolat, hogy amúgy hogy amúgy a pénzköltésnek nincs mindenhol kultúrája, de ez igaz. Mert most nem, most, nem akarok rosszista lenni, ez tényleg van. Benne Meredek, most lehet, de tényleg van olyan, hogy, hogy nem, mindenki tudja ezt hát a pénzköltést. Az emberek többsége nem, az emberek többsége nem tudja. Hát most nézd meg azokat, akik mondjuk nyereményen nyertek hatalmas összegeket. erre gondolok. százalék tudod megtartani belőle? erre gondolok. És, ezért mondom, hogy valahol a ennek van egy progresszív gondolat, hogy amúgy tök jó lenne, hogyha, hogyha a társadalom arra menne, hogy így, hogy így segítenénk a szegényeknek a pénzköltését, mert amúgy az képes lenne egy kicsit csukni az ollón, nyilván ez senkinek nem érdeke, főleg Amerikában, hanem egy ilyen törvény csak akkor lehet meghozni, hogyha saját önös érdeket vezérli, és ha rasszizmus van a háttérében. nem, nem, ez a faramúcia az egészben, hogy amúgy... És nem, ez a durva daritó. egyébként emellett, hogy vagyonkezelőket jelöltek ki melléjük, és ezzel segítve nekik ugye hát, ezt, ezt, a, a ezt, a, hogy hogyan osszák be a pénzüket. Emellett volt is egy rész, amikor az Ernst elmegy a temetési vállalkozóhoz, és akkor ott mondja, a porcsó, mm -hmm. stb. És akkor mondja, hogy 2000 dollárban az meg. Hát ezek, ezek de miért számolsz nekem az a árakat? Csak velem ne csináld már, és e, akkor igen. mondja, hogy hát az indiánok nem dolgoznak, én meg megdolgozok a pénzemért, és amúgy is a feleséget pénzét költöd, úgyhogy ne szóljál bele. Igen, azt, azt érzékeltette, hogy én a temetkezési vállalkozó többet dolgozok, mint az indián, és mint a haszonleső igen, indián férj is. Igen. Ezért nekem jár igen. ez a pénz, szóval és fogd ő... be a pofádat, mert te még ennyit sem dolgoztál. Én legalább duplán... a koporsót izé kifaragtam. Igen, ez duplán. Vagyis megmondtam, hogy faragják ki a srácok. Jó, igen, ez ő vállalkozás. Szóval, hogy ez duplán nagyon durva, de itt főleg azt akartam igen. felhozni, hogy oszás árak. Tehát, hogy igen, meg is emelt igen, nem elég, hogy kezelők voltak, hanem még az árakat is úgy feltolnázták nekik, hogy minden dupla annyiba került. 40 dollár volt egy fotó, vagy valami ilyesmi. Igen, ja, Negy, és az akkoriban, az tehát most ez rengeteg pénz. Az, most mennyi lenne ilyen? Ezer dollár, vagy nem is tudom. Ne, egy egyébként Már tök érdekes, hogy akkor, akkor az oszázsok a, egyfőre lebontva a világon a leggazdagabb népcsoport voltak, okay, és csak, azt is elmondja. 1923-ban 30 millió dollár jött be, az mai mai áron az 440 Igen. millió dollár Igen. Ö, egy év, és ez 2000 ember között osztott Igen. el. Ez nagyon Igen. durva. És ha egy amerikai állampolgárnak akkor volt egy autónyi vagyon, akkor egy oszázsindiának 11. Szóval ekkora, ekkora különbségek voltak, és ezt nyilván nem nézte jó szemmel a fehér ember Amerikában. És, és elképesztő, hogy, hogy volt időszak, amikor rendelkeztek ezzel a vagyon és ezt a vagyont hogy önmagában a vagyon az nem egy olyan hatalmi tényező, amit ö, be tudsz forgatni. Arra akarok gondolni, gondolni ez alatt, hogy hiába rendelkeztek óriási nagy tőkeerővel, ezt nem tudták hatalmi pozícióká formálni, hogy valójában nem ez adja meg a hatalmi legitimitást, hogy az embernek nagy vagyona van, mert hogy ezzel még mindig nem tudtál olyan politikai hatásokat gyakorolni, ami, hogy mondjam, a jogaidat azt szélesíteni. Abszolút. És ez nagyon Igen, érdekes. és tök érdekes volt, hogy az író, Miután már így nagyjából felgöngyölítette az ügyet, és elment beszélni a leszármazottakkal, akkor így elkezdte nézni ezeket a gyámsági papírokat, hogy milyen ember alá hány indián gyám tartozott. És azt látta, hogy van x fehér ember, és akkor valaki, Jóska Pista, és alá tartozik 5 indián. És ő úgy volt a jegyzőkönyvben, hogy halott, halott halott, halott. Öt gyámja volt, mindegyik halott volt. És akkor nézd, hogy hú, hát ez nagyon furcsa. Megnézett egy másikat, ott nyolc gyámja volt, és abból mondjuk hat halott volt. Volt egy harmadik, ott hat volt, és abból négy volt halott. Úgy, hogy egyébként ugye a a leg leggazdagabb népcsoport volt, mégis a halálozási rátájuk másfélszer vagy kétszer akkora volt, mint egy átlag amerikainak, úgyhogy megengedték maguknak, megengedhették maguknak ugye a párizsi iskolákat, a nem tudom milyen autókat, és minden földi jót. És hogy csak ezeket a dokumentumokat így, amikor látta, tényleg így el volt képedve, hogy ez messze-messze túlmutat saját magán, és itt vetődik fel ugye a hatóságoknak is a felelőssége, hogy ők felmutattak egy bűnszervezetet, őket lecsukták, és letudták az ügyet, és nem mm. is indítottak nyomozást nagyon-nagyon sok gyilkosság esetében. És ez az író kiderítette, hogy az FBI-en 24 gyilkossági ügyben indított nyomozást, és végzett valamicske nyomozást, de valójában több száz volt ezeknek a gyilkosságoknak a száma. És itt van a hatóságoknak, a törvényhozóknak, meg a, a vezetőknek a felelőssége is. Erről nincs hm. szó a filmben, illetve én azért mondom, fel. hogy el van hazudva, hogy amikor egyszer felmennek Washingtonba, akkor Coolidge, J. Edgar Hoover, Tom White, és akkor így indul a nyomozás, és akkor majd a jó FBI elintézi, de ez nagyon nem így történt a valóságban. A film egyébként úgy kezdődik, hogy egy ilyen montázsal letudja még az Anna Brown előtti gyilkosságokat, és így tényleg így bemutatja, hogy 26 éves, nem volt na, nyomozás, 29 na. éves, nem volt nyomozás. Na és akkor elmondja, hogy kinek mennyi vagyona is volt, azt Lehet, nem emlékszem. De mindegy, de hogy kb. látunk 5-10 megölt ja. indiánt, letudjuk egy ilyen montázsal, és puf, és ennyi? utána egy ennyi. Utána már a Móli családjáról ja. van szó. Meg ja, a... De Nagyon a... nekészen, de... A... Szár, de ugye én érzem nehéz szerintem. A... De amúgy én ebben azért. Tehát, vagy hát egy, de, de amit mondasz, ez nehéz. nehéz, nehéz, csak, nehéz hogy... fókuszokat helyezni a filmben, mert egyszer akar tudod hmm. csinálni egy kordokumentum filmet, egyszer akar csinálni egy ilyen szerelmi... De miért szá... akar? De miért szerelmi filmet hát a... Mert a... ehhez ért, mert ezt csinálta egész életében, ahogy te mondtad. az igaz, csak és, hogy... és ez a hibája szerintem. Hát ebben, ebben most egyet kell értenem. Amúgy csak... Mennyi hmm, szerelmi... Nagyon-nagyon sok, nagyon sok. Egyébként kép... mindegyikbe azért beleviszi. Nagyon sok. Ez igaz. Ez Igen, nem... de nem jól beszél a szerelemről, sose Nekem itt van egyébként problémám a mai filmekkel, hogy mindenképpen valami olyan narratív köntösbe kell bármilyen történetről is beszélünk bebugyolálni, ami fogyasztható bárkinek, mm. és egy, egy narratívát kell végigvinni, és nem vállalja egyik rendező sem azt, hogy igenis itt most nagyon pici szeleteket fogunk mutatni bizonyos embereknek az életéből, pontosan annyit, amennyit az én történetem megkövetel, és nem lesz egy ilyen nagy ópusz. Oh, meg nem lesz egy nagy opusz. narratív szálak széttépik a filmnek a szerkezetét, én azt gondolom, hogy nagyon, a túl sok harcát is nagyon széttépték. Lár. De, de az, az egy sorozat, nem, vissza nem vissza fiam, vissza film. Igaz. ez, ez, ez egy sorozat, meg egy, hosszú film lett volna. volna. Hát ami szerintem lehetett volna egy sorozat. De amúgy... Igen, de de, mondja, de, nem, de nem, én azt érzem, hogy nem merik ezt meglépni a rendezők, és ezért nem is tudnak olyan komplex gondolatokat átadni a filmjeikkel, mint mondjuk át tud adni akár egy könyv, akár egy YouTube videóban ma már komplexebb de, gondolatokat tudok felfedezni, mint bizonyos filmekben. De, de, de szerintem úgy itt, itt a, a, szerintem ez, az a dolog a, egyébként nem a rendezők, hanem inkább én azt képzelem, hogy a producerek bukik át. Pont ezt akartam okay. behozni, hogy vajon itt egyébként Scorsese esetében, hogyha már meg is említettük, hogy házalniak kellett, hogy meglegyen az a büdzsermű, mm. dolgozni tudod, mm. hogy vajon itt az, az Apple-nél, vagy a Paramount mm. Pictures-nél a produserek leülnek-e is, és elolvassák Szerintem ő addig megy, amíg, amíg, nem kapott nem. le. Ah, nem. nem. nem, nem tudom. Ha, szen, ha, van az... olyan rendező, aki megcsinálhatja ezt, akkor mondjuk De pont, ő pont hogy De pont az látszik, nem. hogy nem. nem. Ez van olyan rendező, a, a Nolan. az megcsinálta, persze. De tényleg neki, mert, de, 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 és, át, és, neki nem kellett volna. De nem, mert most figyelj, más a helyzet, tehát hogy a, a Scorsese, annak házalnia kell. A Nolan, amint bejelentette, hogy szakít a, mondja, a fox a vagy a Warner, nem tudom, egyből már ott volt há, hat stúdió, hogy így, ide jössz mert hogy ugyanez És van. ugyanez azért, mert hogyha rá van írva, hogy Nolan, akkor bemennek é, 500. Én, én az és, itt egy Scorsese filmen meg rá kell írni, hogy DiCaprio. Jó, most igen, kell csinál, 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 A van, de, eladva de, 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 ez a film, nem igen, scorsese igen, éve, igen, és ha igen. azt mondod, hogy leforgatott, ha, le, ha leforgatott, az, hogy, az, hogy az két és fél órán keresztül a dicaprio kell nézni, mert ha csak 20 percet szerepel benne, akkor lehet, hogy el se vállalja DiCaprio, egy no színész kell, és akkor már nem ülnek be rá, csak harmadannyian. Ez igen, így van. A nem hinném, Kriszt... hogy emiatt lett ekkora a szerepe az, az Ernestnek. Én ebben. nagyon kom, én el, el, el tudom képzelni. Mert így sokkal nagyobb látom. réteget lehet uh, kijelölni nézőknek. Én, én értem, hogy lehet az, de. Hát, de, de tényleg így de lehet, mind, men, mint, hogy Ilyen tesztvetítés. Ra randi filmnek is jó lesz, el lehet menni. Ne csináljuk már úgy, mint egyedül. szerint mondjuk a pollok szép... alapján kimért hogy uh, ne, nem manapság, filmen. mert minden Tehát, én hogy... attól tartok, hogy lehet, hogy egy én... három és fél órás film indiának legyilkolásra egy én olyan én... koncepció, ami az de, de ennyi pénzt nem tudsz úgy manapság összekalapolni, hogy ne ne csinálnának pollokat de, a, a de, de várja, az de hát most azt hiszem, ez a film úgymond a kezetet, kezetektől fogva halára van ítélve arra, hogy ez visszahozza a bevételéket. Ez mindenkinek mi? is számol. Hát, szerintem a Starport LD miatt nem Igen. Nem ah, a DiCaprio, ítélve. Aprió, jó, meglátjuk. Szerintem egy hét alatt vissza. 200 millió dollár volt, azt a szóval. költségvetés költség, költség ja, a, ja, a, a, a filmnek. ez visszahozza, hozzá, és ha bambam, nincs hát, DiCaprio, hát, és egy ilyen dokumentarista is, történeti alkotás, akkor mi megnézzük a Peti, mert nagyon örülünk. De lehet, hogy már ti nem ültök be rá, mert nem olvastátok a elrángattunk volna titeket is. De egyébként hozzáteszem, <laughs> hogy a, a szerelmi szár, nekem amúgy működött, és nagyon, nagyon jó volt látni Ez az, szép. hogy van, egy, van egy, egy nő, aki amúgy szereti a férjét, és van egy fér, aki amúgy szereti a feleségét, de hogy mégis itt, itt olyan dolgok történnek, olyan bűnök, amik, amik, egyszerűen nem megbocsáthatóak, és hogy eljut a film egy olyan pontra, hogy én arra vagyok, arra vagyok kíváncsi, hogy Hogyha azt mondta volna a DiCaprio, hogy amúgy igen, megmérgezek, akkor megbocsátott volna neki a molly? Nem. At, de szerintem, szerintem, ő, de. Szerintem de. És Jóra, őszinte, ő, az őszinteségre vár. Igen. És amúgy az a figyelsz, és azért hogy nem. szerintem a DiCaprio őszinte volt, mert nem tudta, mert nem tudta, mert nem tudta, mert nem tudta, mert nem nem mert egyszerű, amikor az utolsó adagot be kéne adnia, akkor a saját viszkijébe is. Igen. De azért, mert nyugtatónak, nyugtatónak használja, De, de nyugtatónak Ennyire hülye volt. volt, 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 volt szerintem igen, És nem a pillanatban. nem volt így. Nem, ez a, ez a, azért nekik kicsit hatásvadász. Hát lehet, hogy ilyen de szerintem ez nagyon jól működik. Ez, én ezt imádtam benne. Nekem is de jó, ez így, ez így jó, ha így volt, és elfogadom. elfogadom. Nekem ez, ez igen, hát, és, és hogy őszinte hogy hogy volt, és tényleg szereti, is, hogy igazából... A... Igen. És azt hittem, hogy hazudik. Igen, <laughs> és áll egyből a És áll egyből, és nem is érti a hülye gyerek. Igen, igen. Oh, Fú, nekem úgy sok pillanat ilyen volt a DiCaprio. Az nagyon jó, De sok pillanatban olyan volt a DiCaprio, mintha így nem érted, hogy most miről beszélnek körülötte. Tehát ugye, a, a William Hale az így mindent osztogat meg minden, és így áll a DiCaprio, és így Jaj, és akkor fiam, te meg mész ízé, rabolni. Én? Mi? És így mm. nem érti, hogy amúgy itt egy kurva összeesküvés van, és egyszerűen ne, nem és érti. Van egy ne. pont, amikor már azt mondja, hogy tényleg nem értem, de biztos, hogy a hél okosabb és Igen, el... igen, igen, és ezt oh, igen, Nagyon is manipulálható a, a é... csávó. Ő... Tökéletes a könyv utolsó részében van egy ilyen említés, hogy amikor elmegy a molly unokájával az író, és megmutatja neki, hogy itt volt a ház, itt, állt az a ház, uh -huh. amit felrobbantottak, csak most már egy másik épület áll a helyén. És, ö... ki vagy az. <laughs> nem, nem, nem. nem, nem és az a lényeg, hogy megelmíti, hogy egyébként az eredeti terv az lett volna, hogy Molly a gyerekekkel ott alszik a billőknél a Smith-nél, és csak fájt a füle a gyereknek, csak fájt a füle és a gyereknek ezért, a gyereknek is, ezért ott ott hazamentek. Fú. És ott el lehet volna az egész szál. És, és itt a, nem, nem emlékszem most pontosan a filmben. ez. ez meg lehet tennítve, hogy annyit mondta, hogy hazajöttünk, mert fájt a füle, de akkor lebassza a DiCaprio, hogy de vannak, nektek most itt itthon kellettek, nem mehettek sehova, értem, Mert nagyon igen. durva kint most. Én nem mehetek sehova az igen. Én őrizetem nélkül. És miközben ö, ott aludtak volna. Fú. És a saját gyerekeitől is egy csettintésre megszabadult volna, és Aztán a, meg őt tették volna rá. És most a végén a pálfordulása így sem így volt az eredeti történet Aha. szerint, nem azért, mert a gyereke meghalt, és akkor kötelességtudat ö, kelt benne azért, hogy gondoskodnia kell a gyerekeiről, hanem egyszerűen megtört a bűntudata, és egy sokkal, sokkal emberibb dolog volt, hogy őt, őt ráncigálja a bűntudata, és azért el akarja mondani, de közben nyomást helyez rá a hél, és akkor visszakozik, aztán végül úgy van vele, hogy ő könnyíteni akar a ismeretén, és azért van be mindent. És ez így sokkal emberibb volt, még egy ilyen külső motivációt behoz, és akkor azért változtatja meg. Ez szerintem igen, hatás no, vagy az az volt. Mert, me, me, is volt, nem is lehetett követni ezt normálisan. El volt sietve. Meg de... az igen, nincs már idő, azt éreztem, hogy így gyorsan de... le akarja zárni a Scorsese, és akkor még... Igen, meg csak a paszkat volt a két óra, ami amit igen, lett volna. lett a vége az nagyon csak, olyan dolgok maradtak, és szökés a börtönből, meg a Tomnak a hőstettei, meg nem a főszereplőink, de más... A Tomnak az meg akkora... A Tom az egy fantasztikus karakter, és úgy, ahogy van, ki volt hagyva az A csávó, aki be is számoló a blackie a Thompson. Ugye. A igen, blackie, a blackie, American, ugye, igen. Elképesztően jó dolgok vannak. Masszúsz. Nagyon... nagyon. Ott is nagyon csak, hogy meg dolg... volt említve ez a száll... De, de akkor igazából ajánlhat, ajánljátok, hogy olvassuk el. Én, az így után is, is, hogy én így abszolút, mert nah, teljesen abszolút. más, Aha. és két plusz réteget ad az egésznek. És ő, még azt akartam behozni, hogy a, a az örsznek ugye volt ez az egyik oldala, hogy <laughs> elfelejtő íz. Ja. Igen. Na, ja, ö... Az Örsznek volt egy olyan oldala, hogy... Na, itt lesz egy vágási pont, de most már... Nem lesz vágási pont, és kivárjuk. de most mindenki gondolkodjon. Nem, azt hogy elgondolkodtam, én is megakadtam a, ja, bocs. A, a gondolatom, hogy mit akartam behozni. Az Örnesznek volt egy... De mit is a... Nem ugye, hogy hogyan tört meg, Igen és ugye a, azt be az, hogy ugye a gyerekre húzták fel. Ja igen, tudom, mit akartam mondani. Tehát a másik ilyen nagyon dúra pont volt, szintén itt a háznál, amikor ott a Molly unokája elmeséli a könyvírójának, hogy mi történt, és egyébként ott aludtak volna a gyerekek, hogy Ernst, mikor szabadul a börtönből, visszalátogat a, a, a városba, és a cowboynak becézett kisfia mm. meglátogatja őt, mert neki nagyon hiányzott hogy legyen apja, és úgy érte le a káboly az egész életét, hogy tudta jól, hogy az apja meg akarta őt ölni, és felrobbantotta volna a házban őt is, de még ennek ellenére is elmegy és meglátogatja az apját, a Molly, meg, vagy, igazából, hogy is hívták a testvérét, a, aki még életben maradt a Kábornka? Mm, mindegy, mindegy, az a hogy Elinza a, más, be. A lány, a... lány testvére. Elisabeth. Igen, nézzék ja, a, a testvére. Az... ők már tehát nem tudtak, se, a családból senki más á. nem volt képes az össze a. találkozni, de a kábolynak még így is ennyire házott az apa, hogy hajlandó lett volna elvégezni, megbocsátani neki, hogy, uh -huh. hogy, hogy ö, legyen egy édesapja. Mm -hmm. de, de mint egy a mól is így, egyébként, úgyhogy tudja, hogy az egész Igen. rokonságát Igen ezt megölte, vagy hát működött a gyilkosságokban, csak... és még így is megbocsátott volna neki. Ezért, az, igen, csak ezért akartam behozni, igen. hogy annyian érzelmes szá volt egyébként a, a könyvben, amit nem kellett nagyon kibontani. Egy igen. Egy mondatban elmondta, és, és, velősen éreztet, ez nagyon. Kér. De amúgy ez a cowboy elnevezés is mennyire ilyen gyarmatosító dolog, hogy így fogod, és a fél indián fiadat cowboynak hívod, amúgy nem, ez ilyen... Hát, Figyelj, egyszerű volt az önökszés, hogy Csiki begyész, hogy hey cowboy. De emellett lehet, hogy megvolt neki az indián neve is egyébként. Ja, lehet. Megvolt. Igen, tényleg, mert az volt mindegyik gyereknek, sőt, még azt hiszem a, nem emlékszem biztosan, hogy a molyónokájának is van még indián neve. Hát hmm, neki hogy ne lenne, volt, persze. Még volt persze, neki is. Tehát, a ezt a csinom... hagyományt megtartott. Persze, hogy persze. Az india neveket. Amúgy én még nagyon visszakanyarodva még akartam egy kis antikapitalista hergelést, hogy ugye itt mondtátok, hogy a 2000 ember, vagy hányan 2000 nem voltak az indiák, ide koncentrálódott egy 440 millió mai pénzen, milliós vagyon. Hát most gyorsan megnyitottam, hogy megnéztem, hogy, hogy jól emlékszem -e, hogy a ma az ugye az történik, hogy a világ egy százalékánál van, azt hiszem, hogy a 65 százalék vagyon, tehát egy kétszer annyi van az egy százaléknak, mint az összes többi 90 százalék embernek. Ilyen Jeff Bezosok, -ok, Elon Muskok -ok zsebében. Ez valahogy nem zavarja a, az amerikai embereket, nem? Tehát, hogy itt valahogy nincs rá, hogy akkor... Hát meg uh, fehér emberek. Ja, akkor nincs semmi baj. Hirdessünk pogromot ezek ellen. Ilyen ilyenről szó sincsen. Nem csak az, hanem akkor a szakadék a, az elit Most és már nem, nem látom, hogy meg semmi, mi esélye van egy, egy, egy hát akármilyen így. fehér embernek, mm -hmm. hogy beházasodjon a Jeffrey bezosnak a hát, valamelyik el, igen. rokonához érte. Tehát hát meg igen. nincsenek ezek az öröklési dolgok ugyanúgy, mint ahogy ott persze, voltak át. Meg, hogy... meg hogy amit az Ádám is mondott, hogy a hatalom meg a vagyon az, 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 azok, azok hogy mondjam egymásra merőlegesek, tehát hogy nem feltétlenül függenek össze, hanem ezek az emberek hatalommal is rendelkeznek és vagyonnal is rendelkeznek igen. és itt tudnak megmaradni. nekik megboreni. volt idejük kiépíteni ezt a hatalmat és az oszázsoknak nem, az az nem, az az volt. Az nem az volt. House of cards volt azt hiszem egy nagyon jó monológia a Franknek, hogy, hogy sose értette, hogy, a, hogy kik azok, akik a pénzt válasszák a hatalom helyett, mert a hatalom egy, egy régi épület, ami évszázadokon keresztül fennállhat, amíg a pénz az csak egy ilyen, egy ilyen múló folyó Ez dolog. Úgy, igen, amikor az egyik washingtoni lobbistával találkozik, akkor, akkor utána ráfordul a kamerára, De. és azt mondja, hogy hogy a, a pénz az olyan, mint egy ilyen villa, egy ilyen McMansion, ez egy ilyen amerikai villa mm. típus, amely tíz év után oszladozni kezd. A hatalom pedig egy kőépület, Allstone amely... Old am, Stone Building, ami évezredeken keresztül állni fog, és csak megvetéssel tud tanúzni azok felett, akik nem látják a különbséget a kettő. Oh, az a sorozat. Ez, a, ez, a, a, volt az a, sorozat, ez a legfontosabb mondata az egész sorozatnak, az gondolom. Egész gondban. amerikán. Ja, ja. Kemény. hát, a... még hogyha egy, igen? lehet, hogy egy egy House of Cards kibeszélő egyszer, de... Ja. Nem... Jó, csak az... Az nem... kéne nézni. Első két év alatt jó, 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 amúgy jó, első két év alatt benne vagyok, mert utána amúgy is... szétesik, és Jó, nagyon jó az első két év és akkor még valakiben szorult valami esetleg még egyetlen egy kérdésem ja. lenne, mert a barátnőmmel néztük a filmet, és ezen összevitatkoztunk, hogy a legvégén, lehet, hogy ezt már nyíltan kimondjuk, hogy a Martin könnyes szemével ugye azt mondja, hogy hát a, a, az újság cikkben ugye lehozták, hogy Molly meghalt, és hogy nem írták oda, hogy bármit erről az egész ilyen gyilkosság sorozatról, hogy szerintetek ez egy számonkérés, vagy pedig ez csak egy ilyen, mert hogy a, az én barátom szerint ez az, hogy, hogy, hogy ez pont, hogy a Scorsese itt ezt jónak tartja, hogy meghalt valaki emberként, nem kell ilyen történelmi. De hogy a én meg azt mondtam, hogy ez egy számunk kérés. kérés. Egy csak csak számunk, számunk kellett volna kérni az FBI-t nem nyomozott és a kormányt és mindenkit. Aha. És itt megint a problémájára vissza, vissza lehet térni a filmnek, hogy nekem mi nem tetszett. Engem teljesen kidobott, amikor Martin Scorsese vizenyős viz, is viz szemekkel. Hogy mit mondott pontosan, mert én annyira sem kidobottam, ezt. és Hú. mi a fasz keres ott. Az nagyon fura és volt. Nagyon fura volt, mert hogy lehet, hogy normális lezárása a film, Igen. és mert csinálunk egy ilyen rádiójátékot, hanem tök idegenettől a, hát, a narratív vált. De le kellett darálni így. azt a könyvrészletet, amit nem akart megfilmesíteni. Akkor is lehetett volna egy az is jobb megoldás lett volna, hogy sötét, szöve, sötét, sötét és fel egy szöve fehér szöve, képekkel magyarázom. De, úgy történt. de, de valamiért ő Wes anderson játszott egyébként egy, egy öt perc elég nem éreztétek? A Wes anderson ez a stílusa, hogy így, így nem, nem történik meg a dolog, hanem csak így rámutatunk mondjuk ilyen kanalakat ja, össze. Ízélek, és akkor, hogy... Hány, kicsit. Ugye, hogy igen, hát, csak a Wes Anderson nem, azért, hogy mondjam, nem azt tablóképeket csinál, úgyhogy... E, igen, egyébként igen. Úgyhogy fura volt nekem, és aztán kiáll a színpadra, hát igen, na jó, ez... Igen. Nagyon béna húzás volt. Igen. Kicsit nekem nem tudok jó párzomot, hogy nem szoktam ilyen képregény filmeket nézni, de kicsit nekem olyan, hogy. Ugye, ugye, Alexnek a... is az jutott eszébe. egyébként, az beszélgetés a beszélgetés előtt. Ott a mondta, előtt ja. Ott ott vannak ilyenek, nem ilyen. Igen, ilyen kameók. E amikor Stanley a... megjelent, és igen. akkor nem tudom, mit ez csinál. Olyan, igen, ez olyan ja. volt. Abszorúlt. Sajnálatos, ja. sajnálatos. Ja. sajnálatos. És, és az a durva, hogy ha már így elment a meta irányba, akkor tényleg mehetett volna, az sokkal jobb lett volna, mondjuk, Scorsese-ben azért ott áll egy megjelölt, és akkor oda mutat, hogy tessék. Oj, nem, az nagyon kellemes. Akkor, akkor mi, volna, csak, de... akkor mi csak annyit, hogy egy ilyen egy, <laughs> egy ne az kagyja az egészetből. mondjuk lehet. Mi van, hogyha szerintem, nem megyünk a meta. Már fene tudja. hiba, hogy ez De ha már, ha már meta, akkor miért nem. Érted, akkor miért csak ennyi, szóval? Ez a fura. Na mindegy. De azt látta, ízlésesnek, végtelenül volt. És a másik és utána a végén, tehát, amire utána beúszik a stáblista. Öh, Látjuk a dobot. én ott látjuk, még reménykedtem, hogy, hogy, hogy igen, most lesz még én, hú, én már 10 tíz perc majdnem vagy húsz perc. Hozott, én, na, igazad ja. lehet most jön akkor a, a filmnek a jelen része és akkor tényleg maguk, És így emelkedik a drón és így és az, az álmok így fosztlanak szépen. Igen. Igen. igen, kész vége. Most kéne vágni, miért nem vágtok át a következő képre? Igen, igen, és nem. nem. Akkor ennek mi értelme volt a végén? Ja, én nem értettem. Én, nem ég. tudtam kontextusba rakni. Ádám? Nem, 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 nem. Semmi. Nem. Valamit jelentett a végén? Nekünk értem. egy halvány reményt Igen. és egy ilyen arcú csapás. Én, 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 gondolom, hogy vizuális ingert akartat elérni, hogy mm. valami Igen. ilyen dolog, vagy hogy a föntről a, ja, a, kis vagy a, a power, mörök, és hogy mindenki ott van. Akkor valami. bele lehetett gondolni de, nem, semmi. Nem, tudnék neked így választani. Én, ha David Grant lennék az író, nagyon ideges lennék, miután ezt láttam, és ő elmondta, hogy nekint semmiféle szólása és semmiféle involváltsága. millió dollárért vették meg a... Nem, 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 nem rossz. Volt, egy kis involválása. is Na, én involváltam magát. Egyébként ugye beszéltük is még a film előtt, ja, hogy, mondjuk hogy, el. hogy a Scorsese már megvette a következő jogokat az írótól következő könyvére. Ha, ha, ha. Ami most jelent meg nyáron, Igen. de ő már előtte megvette The Wager, az egy 1724-ben Nagy-Britanniából indult hajós expedíció, amely ö, egy lakatlan szigetre sodródik, ott lázadások törnek ki, visszajutnak a hazába, utána kiderül, hogy ők lázadók voltak, aztán jön egy következő csoport, akik szintén, és én azt gondolom, hogy ez megint az emberi gyarlóságról és uh -huh. az ember természetéről fog szólni, hogy hogy viselkedik bizonyos szituációkban. És én úgy voltam a, a film nézése és a könyv olvasása után, hogy én megvárom, hogy ebből, mert ugye a Scorsese fogja rendezni, és szintén DiCaprio lesz a főszereplő. Ja, ezt már lehet tudni, hogy ez, ez Igen, ez uh -huh. hivatalos, és én úgy voltam, hogy megvárom, amíg a film elkészül, és előtte elolvasom a könyvet, de miután láttam ezt a filmet, most záros időn belül el fogom uh -huh. olvasni ezt a könyvet, mert én, én most is. akarom tudni, Igen, hogy, hogy mi volt ez a következő ö, történelmi tény, amiben beleásta magát ez az író és kinyomozta. Azért adunk a scorsese egy új lehetőséget, hogy. Ne. nem, jó, nem jól fogunk elmenni. Elmegyünk nyilván, Elmondjuk megnézzük, és, és, és kíváncsiak vagyunk, és reménykedünk. Meg jó lesz nézni. Csak majd tartunk megint egy ilyen kibeszélő. Egy, egy mm. vekengést arról, hogy mm. miért nem a könyvet csináltam meg úgy, De van volt? egy esélye, most azóta most lehet leült az íróval. Hm. Meg, nem, meg, nem, nem nem volt ez, nem szörnyű film az ember. nem, is le. le. Jó, hát akkor, hogyha már így megpedítettem, akkor én, én, elkezdem, szóval nem volt ez, 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 szörnyű film, tényleg hosszú volt, és hogy így megpendítettük, voltak olyan, olyan dolgok, amiket nem is elhazudott, ahogy Zoli mondta, szerintem, de elhallgatott a film, vagy így nem, nem kapott elég, elég hangsúlyt, és így, így, így egy, hogy mondjam, szára próbálta nagyon felhúzni ezt az egész történetívet azért én el voltam vele, biztos, hogy még meg fogom nézni ezt az életemben, de, de nem, nem, volt egy olyan, nem volt egy olyan nagyon kiemelkedő, hmm. hogy én, hú, hát én alig várom, hogy bármilyen platformon ehhez így hozzájussak. Uh, úgyhogy én egy, én egy hat pontot fogok erre szerintem adni, szerintem. Wow. Ez egy jó, ez egy jó. De egy jó, jó filmet jelent, csak hogy Ez nem egy jó film, az az átlagosnál jobb, de igazából hát nekem hat... a hatos az az, hogy nem baj, ha kihagyod. Á, nem baj, ha megnézed, de az se baj. Ez inkább az, az ötös nekem. De az, ötös, jó. egyszer ez hát Én az a hat és a hét között vacsorát, de tudom, hogy Zorinál nincsenek félpontok. És, és, hogy, az már nem, egy tízes szám. Az már húszas. Igen, igen, De, én érzem, hogy vagy hat, vagy hét. Nem, á, nem tudom. Kiállok a hatos mellett. Kiállok a hatos mellett, és pont pont az volt egyébként, ami inkább a hatos felé hogy volt pár éve a Wind River című film, ami olyan érzékletesen mutatta, hogy baszki, ez 2000 nem tudom, 2016-ban is ugyanannyira jelen van, hogy az indiánokra szarnak, ugyanúgy gyilkolászák őket bizonyos rezervátumokban, a hatóság ugyanúgy tojik a fejükre, és hogy, és hogy ezt én most nem éreztem abba, hogy hogy, 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 úgy beszélünk erről, mint ez egy ilyen letűnt történelmi korszak, miatt, ettől már így távol vagyunk, és hogy valójában azért annyira nem, és hogy például a Wind River szerintem egy tök jó ilyen, ilyen, film, úgyhogy ezt mindenféleképpen nézzétek meg, úgyhogy így adok ennél a hat pontnál. Jó, szerintem én folytatom szívesen, én, akkor én előbb kezdem, én azt mondom, hogy hetest fogok adni erre a filmre, tehát azért én azt gondolom, hogy a Scorsese az van egy akkora kaliber, hogy így bármit csinál, nagyon nem tud rossz filmet csinálni, tehát hogy most is hozta így a, fura, mert ugye azt mondaná az ember, hogy korrekt iparos munkát, de nem tud más egy, egy, egy ilyen korrekt iparos munkát lerakni, nem ez a Scorsesesség benne van, nagyon egyszerűen én nagyon élveztem, annak e e ment úgy, hogy tényleg egy szörnyen nyomasztó történet, meg egy e tényleg elég hosszúra nyújtott ilyen középső szakasz, de hogy mondjam, lebilincsel, tehát azért mégiscsak mm. jó nézni, jó nézni ezeket a színészeket ilyen szerepben, és... Öm... És és, 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 hát igen, most, hogy így elmondtátok, amúgy én sajnálom, hogy ennyi minden kimaradt, szóval ebben tényleg lett volna még lehetőség, de nekem a, a, ezek az implicit tartalmak, amiket itt próbáltam itt kihangsúlyozni, hogy tényleg az, hogy a, az egyszerű embert mennyire könnyű befolyásolni, hogy, ezek a, hogy az a képsor, az, az, az bele is a fejembe, hogy az indiánok között azok a mosolygó ilyen kapzsi fehérek, és hogy valahogy nekem így fontos az, hogy, hogy, a, hogy az emlékezet politikát Azért így, így így műveljük, és hogy nekem, én örülök, hogy ez nagy rendezők nyúlnak hozzá. Én is, én is Tehát, is. hogy ez, ez ez és akkor én is hét pontot adnék erre a filmre. Hadd folytassam én, és jó. utána majd te mondd el, és én szeretném zárni a, a könyvnek az utolsó két bekezdésével, amire mm -hmm. már itt. Igen, nagyon-nagyon fontos. nagyon-nagyon jó ez. Én röviden. Sajnálom, hogy kimaradtak ezek a dolgok a filmből, és ha a könyv perspektívájából nézem a filmet, akkor lesújtó a véleményem, de ha csak a filmet nézem, ez Martin Scorsese kiváló iparos munkája, ami egy film mércével néz, nézve egy nagyon magas minőségű művészfilm, még így is, és én egy, én egy hetest adok rá, mert szerintem nagyon fontos téma. Az, amit kiragadott a könyvből, azt szerintem nagyon jól el volt mesélve. Ö én így, hogy elolvastam a filmet, iszonyatos, vagy elolvastam a könyvet, vagy a könyvet, és. Igen, és szóval egy tehát, többet mondtál ezzel igen. egyébként, mint amennyit <laughs> láttam. Szóval hogy, én így, hogy elolvastam előtt a, a könyvet, egy iszonyatos várakozás volt bennem. Tényleg itt tűkönültem, hogy végre hmm. megnézhessem a filmet, és nagyon-nagyon rég éreztem ilyet, hogy ennyire várok én valamit. Is, én is. Miközben, amíg nem olvastam el a könyvet, vártam nagyon a filmet, de jó, egy újabb Scorsese film, Dick April, wow. Jesse az mindegy. De így, hogy tényleg elolvastam, egy iszonyatos vágy volt bennem. A film tényleg az első harmadáig, vagy első feléig nagyon jól működött, és rettentő izgalmas volt, és nagyon élveztem minden percét, és csak aztán a végén, hogy össze lett csapva, és az utolsó képekkel, meg egy ilyen tördöfés kaptam a szkor, szerint, amikor ott megjelent személyesen, akkor ott ő, hitelét vesztette a dolog, és az utolsó lezáróképpel pedig felkeltette bennem a reményt, és azzal az utolsó, ahogy, ahogy így fel lett, felkeltette bennem így le is nyomta egyből. Úgyhogy én, 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 én elég rossz érzéssel jöttem de... ki így a, a moziból. De. Összességében a film rendkívül szórakoztató, nagyon jó karakterek, tényleg így lehetne ezt hosszasan sorolni, technikailag és rendezésileg, casting, minden kiváló volt, nagyon jó film, nagyon jó, na, tehát nagyon örülök neki, hogy ezt megnéztem, meg is fogom nézni a a jövőben. Ö, úgyhogy ennek köszönhetően ez egy jó Scorsese film, én is egy hetest adok mm. rá, én ö, mielőtt jöttem ide, le is pontoztam, hogy ne változtassam, ne, szél. ne hagyjam magam befolyásolni általatok, úgyhogy lepontoztam le etesre, és tartom is magam ehhez. Helyes, helyes. És csak azért tartanám fontosnak, hogy az utolsó két rövid kis bekezdést felolvassam, mert nagyon jól bemutatja azt, amire a Peti már, már ö, ö, utalt korábban, hogy ez egy ilyen folyamatos nyomozás, 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 nevek, évszámok, satöbbi, és egyszer csak azt érezte az író, hogy ezt le kell zárni. Itt itt ez messze-messze túlmutat saját magán, és egy Cain és Abel idézettel zárja, mm. ahogyan a, a fehér amerikaiak és, a, és az oszázs indiánok közt is egy ilyen testvériség volt, és az egyik lemészárolta a másikat. Így szól, 1927. február 23-án, hetekkel azután, hogy elvált és kitagadta a végrendeletéből a feleségét, Paul Peace cserbenhagyásos gázolás áldozata lett. A helyszínen vérzett el. Web elmondása szerint azonnal beindult a már jól ismert mechanizmus, hogy elorozzák a férfi hagyatékát. Talán erre is vethetne egy pillantást, javasolta. Bólintottam, pedig már tudtam, hogy magam módján épp úgy eltévedtem a hazugságok útvesztőjében, mint annak idején Tom White vagy Molly Burkhardt. Webb kikísért egészen a tornácig, már sötétedett. Az ég szegélye egyre homályosabbá vált. Néptelennek tűnt az utca, a város, és azon túl a préri. Vér itatja át ezt a földet. Sóhajtott fel. Egy pillanatra elhallgatott, még a szélben tölgyek nyugtalanul reszkető faleveleinek neszezését is hallottam. Azután elismételte, amit az úr mondott, miután Ábel megölte Káint. A te atyád fiának vére kiált én hozzám a földről. Ez gyönyörű. Sorry, seriously, uh, can I give you some fucking fruit juice? I got some fucking yeah. fruit juice. Yeah. Kolt írva a befejezés. Egyébként. Fú. Azt tudom, hogy még filmes uh, eszközökkel is bele lehetet be lehetett volna Igen, hozni. Igen. Mondja, ezt az idézetet. Így lezárni a filmet ezzel az idézettel, ah, tök jól lett volna. Gyönyörű lett volna. Mindegy. De tényleg egy ilyen leklisésebb módszer, yeah, hogy betenni a gépet és becésd, mú... feketén, fehér betűk. És hogy felolvassa valaki. De nem is kell. Vagy jó, jó, még azzal. Hogy... Na minden. Majd legközelebb, Mindegy. mit Megkizolj. csináljuk ezt a filmet.